a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce. Hello mindenkinek, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. De jó. Mi a jó? Mi? A kett? Mi? Ne, hát csak próbáltam meg, igen. Nem nézd rám, nem rögtön, nem, a bedet hallgattam, csak nem. Rögtön egy nyilvánvaló hazugsággal indítani. Nem, hát ugye a kedd azért az nem a legkellemesebb nap, de engem már, pont mondtam Feriéknek, hogy engem már elkapott a karácsony, hogy a vonósugara már elkezdett maga felé húzni, az a két mit nem leszünk. Tehát, hogy igen, igen. Azért már elkezdtük nézegetni otthon az ajándékokat. A tavalyakat? Persze, egyrészt a tavalyakat, másrészt az, hogy inkább megnézi meg a gyerek az interneten, nézegeti őket, szeretgeti őket, aztán hát, ha megunja és nem veteti meg. Azért kérdezem, hogy milyen ajándékokat nézek. Tegnap bementem egy étterembe, és karácsonyfa állt az étteremben. Karácsonyfa feldíszítve, műfenyő, díszekkel rendesen beléptem az étterembe, és jobbra egy asztalon fogadott egy karácsonyfa. És úgy is köszöntek, boldog karácsony. Az még nem volt, Benni teljesen megzavarodott, hogy ez hogy meg, mi meg, karácsony meg, mikor meg, akkor most hogy áll itt ez a fa, tudod, így az egész szentély kicsit így lerombolódni látszott, a mítosz, egyszer csak ott volt egy karácsonyfa, nem értette. És mit mondtál te, mert ugye ez a nagy kihívás benne? Semmit, igazából nem. Ott karácsonyfa, de szép, megnézted, a baglyok ültek rajta, fehér baglyok. Mi ez, Harry Potter? Én nem tudom, milyen karácsonyfa volt ez. És azért mondtam, ez november közepén azért ez picit erős. Már belenyugodtam a kellemes ünnepeknek, sem minden. Minden mindegy. Élő baglyok voltak? Persze. Oda volt rótozva. Felé nyomsz, megcsipi az élet, akkor élő. Ez vicces, hogy mindenkinek előjött, mert tegnap az én gyerekeim meg mondtak, hogy vegyük elő a formákat, tudod, a karácsonyi süti formákat. Mi volt tegnap? Nem tudom, de azért nem, november közepén nem sok még a karácsonyfa? Hát egy kicsit, az durva. Csak december elején már oké, Mikulás után már oké, de november 17-én a karácsonyfa, az picit olyan furi volt. Készülnek, de szoktatok ide járni sűrűbben, tehát nem lehet, hogy ez a tavalyi karácsonyfájuk volt, csak nem vették le. De az is lehet egyébként, spóroltak. Nem tudom, minden esetre ott áldogált. Lehet, hogy már mindenki nagyon szeretné, hogy véget érjen ez a 2013-os év. És azért egy kicsit jobban belehúznak. Viszont szerintem egyre, én azt vettem észre, hogy egyre nehezebb nekünk 40-eseknek ajándékot venni. Én tudom sorolni, hogy mire. Ja. Mire nekem nincs ilyen ötleted. Már hogy saját magadnak mit kérjél? Persze, mert egyre kevesebb olyan dolog van, amit szeretnél. Tényleg? Aha, én ezt vettem magam észre, hogy ennyire nem akarok már nagyon semmit. Egy-két ilyen praktikus dolgot, de amúgy... Egy úgy pamudzokni. Igen. Vagy mi az, amire vágyakozol? Hát most egy 16 kilós kettle belőle, hogy legyen kettő. Tök jó. Hát, na, hát akkor megvan az ajándék. Mónika, hallottad? Hát, tudja. Szegény, hogy viszi haza. Tudja. Most, miért akarsz te is egy hülye ajándékokat, mert ne arra, hogy egy 16 kilós golyófal megy haza a feleségen. De jó, de ez igaz. Meg arra, hogy amúgy is azt szokták mondani, hogy az ember nem megtartja, meg megveszi, hanem csak megőrzi az unokáinak. Mert hogy az olyan? Az mondjuk nem kopik el, ez teljességgel nem. Igaz. És majd akkor már nekik is megvan a karácsonyi ajándékjuk. Na most neked például van lenne karácsonyi ajándék listát? Ha azt mondja, bárki, mondjad Balázs. Egy hétfő, egy kedd, egy szerda, egy csütörtök. Jó, hát most nem válsz. Hogy mit kérjek? Igen, mert Jani azt mondta, hogy az ő korában már, ehhez én nem tudok csatlakozni, igen? Hiszen én fiatal, ja nem, én idősebb vagyok 6 nappal, hogy nem tudsz ajándékot kérni. Mondtam, hogy dehogy, egyre kevesebb olyan dolog van, amire igazából vágysz mondjuk a pihenésen kívül. Persze, meg hát az emberre nyilván kereső emberek vagyunk, tehát meg tudjuk magunknak venni, nem? Tehát felnőtt embernek nyilván nehéz, de én azért el tudnék képzelni, igen, ha valaki most felhúrozná a teniszütőmet, az nekem tök tökre. És látod, mennyire egyszerű dolgot. Csak el kéne vinni azt a húrt azzal az erősséggel megcsinálni, becsomagolni oda, nem is kéne, meg egy új gripet tenne rá, én annak most nagyon örülnék. Egy új gripet? Minek az neked? Vadászrepülőt egy teniszütőre? Hát mi? Kicsit sokat képzelsz már, de tényleg. Ha ezt valaki most megcsinálná, akkor nagyon-nagyon boldoggá tennem. Látod, ilyen kicsi is elég, nem is kell nagy dolgokra gondolni. Pénteken lesz egy meccsem, és addigra húroztatnom kellene az egy időmet. Meccs. Fontos meccs? Fontos, nagyon fontos. Díjazásos? Egy szatellitorna. Muszáj, úgyhogy nem, csak egy ilyen kis párbaj. De addig föl kéne húroztatnom az ütemet. Lepatta róla a labda. Ismert emberrel jársz? Nem az a lényeg a sportnak, hogy lepattanjon róla a labda? Nem úgy, hanem hogyha már onnan érzed a teniszütőn, hogy puha, hogy mint nyesel, és elszáll le, mintha kilőnék róla a labda. Aha. Tehát össze-vissza megy a labda, nem tud irányítani. Na akkor kell. És olyan hangja, hogy puh. Ezt még nem hallottam. Igen, mert ha kemény, ez ilyen nincs. De hogy meg rezeg a kezedbe, hogy ütöd, és itt beremeg az ütő. Hiába van rajta
rezgés csillapító. Na ez például, ha valakihoz eljönne, elvinni az ütőment, megcsináltatná, és csütörtök visszahozná, a szám, hogy gyere át szenteste. Van, de van ilyen ember, aki... Ez nagyon magas labda azért. Van, hát ütőhúr, persze, hát a teniszklubokban minden van, húroznak ütőt. Hát tiszteltem, jó estét ki, maga kicsoda, én húroztam fel az ütőjét, ugye, hogy november közepén, azt mondta, hogy akkor jöjjünk át szenteste, és ő itt a kedves feleségem, a lányom, a fiam, ők meg az unokák, hol ülhetünk. Kutyát is hoztuk. Igen. Na, úgyhogy én például ennek örülnék. Nincs itt a kocsitban? Már. De. Mindig van. Na. Konkrétan itt jó, vedd ki, valakit megbízunk. Laci, hol karácsonyozol? Ő úgy is megy, nem? Hova? Laci, hozzátok. Szokott jönni. Azért. Hát 26-án. Tegyen érte valamit. Szokott jönni, igen. Meg már jött is. Szóval tudsz teniszütőt húroztatni? Az miért csendál? Az minden tud. Na, ennyi. Egyébként tényleg ide hallgatok, jövő már advent van. Ugye ez 4 karácsonyon keresztül tart, tényleg? Számoljunk csak. Jövő hét végén, igen. Gyerekek, hát lássan tényleg végén. Jaj, nagyon sokat szokott jelenteni számolni az advent. Hát ez a baj. Nem, jövő héten még nincs advent, csak mondom. Ezt elszámolta magát a hallgató. Hát ugye másodika vagy első. Dehogy nem. Másodika. Várjál. Egy, akkor elsője, elsője az első adventi vasárnap. Így. Na, hát az jövő hét vége. Anna, ne tévesszél meg. Hát azt mondom, akkor jól mondtam, hogy jövő hét. Már hogy ő mondta jól. Mert most 19-dik van és első. Igen. Égy, jó, ő is azt írta, jövő héten advent. Megvettétek már az adventi naptár? Hát... Nem tudom. Én már tegnap elmentem, vettünk egy kis adventi naptár jellegű sorsjegyet. Ennyit az ünnepekre. Tök király volt, úgy van megcsinálva, hogy ugye minden nap kellene egyet lekaparni. Hát szerintetek megvártuk az advent végén, nem. Vagy megvárjuk, nem? És akkor kapargatod, amelyik persze. Nap nyersz, akkor bemész a naptárral az árusító helyre. Nem, a végén, majd a végén. Ez egy ilyen hosszú távú projekt. Aha. Na és mennyi van? Minden nap egy kis öröm, semmi elbuktuk. Az egész. Semmit nem nyertünk el az égvilág. Milyen kaparós volt, hogy mi volt? De ez volt a decemberi ajándék a családnak? Nem, ez csak a nejemé volt a szülinapjára. Hát tudsz élni, igazi. Mit a szülinapra volt kaparós sorsegy? Igen. Azt a mindent. És ha beüt az 5 millió, akkor nem sóhajtoznál. Érted? Ugye? Azért, kifújtátok a romantika órát. 50 milla a főnyeremény, és ha megnyerte volna, na most azért ne rajta múlott. De hogy volt? Én az esélyt megadtam neki. Te mikor vettél az utoljára a Vikinek egy 50 milliós főnyeremény sorsjegyet? És ha megnyerte volna... Nem tudom, én a születésnapján vacsizni viszem. De közben kaparunk. Mi a hét minden napján vacsorázunk. Mi csak egyszer. Nem csak szülinapokon. Mi csak egyszer a születésnapon. De gyertyafényben adta oda, az nem ér. És igen, hogy vagy, becsomagolod, igen, hogy boldog szülinapot, drágám, kicsomagolja? Nem, csak megfordítom, hogy ne lássa, hogy milyen jellegű sorsjegy. Ezt a mindenit. Hát te aztán. Hát adsz a romantikára. Mi csináljuk? Figyelj, örülsz neki. Nagyon. Ugye? Nagyon, mert persze. Ott van a lehetőség, hogy 50 milliót kap születésnapjára. Nem, meg ott lett volna a lehetőség fel, hogy nem kap semmit. És ahhoz képest azért ez meg... Ez igaz. Hát akármerre indulsz el a sorsjegytől, mindenféleképpen jól jársz. Tehát vagy 50 millió, ugye, vagy a semmi. Hát ahhoz képest, bizony. Egy sorsjegy marha jó. Ja, meg előtte kapott egy fogkőleszedést is. Na hát azért elég. Hát hallod? Azért most már elég. Érted? Legyen. És akkor még itt van a karácsony, és nincs elég baj. Még arra is kell valami. Egy fogszabályzás. Nincs elég közel sajnos a karácsony, az a születésnapja, hogy összevonjam a kettőt. Mi most volt szülinap? Uh-huh. Hát az nálad már bőven elég indok az egy nagyra. Hát. November 17, vagy 18, meg december 24, hát az már nálatok két sorsjegy. Majdnem hónapon belül van. Az nálatok két sorsjegy, és egy pacsni a sarki péknél, nem? Emlékeztek hát a pacsnira? Hogyne. Lehet, az egy értelmetlen süti. Nagyon szerettem, de hogy értelmetlen. Nem szerettem soha. Kicsit édeskés tészta. Nagyon finom. Fényesre lemázaz vagy. Lapos, fényes, és hú, nagyon szeretem. Nagyon jó. Szerintem az pont úgy születhetett annak idején, hogy valami elfogyott a pékségbe. És valami elfogyott, és onnan mi mit csináljuk, igen. Mit csináljunk belőle, ami van abból. Na majd most jön a sok nyalógép húroztatni az ütődet. Így valaki. Hát jöjjön csak, nem? Hát. Le a kalappal, fiúk, milyen családcentrikusak vagytok. Yeah. Már mire volt? Hol beszéltünk? A sorsegy és a szülinem? Igen. Én vasárnap a vasútállomáson láttam egy boldog karácsony feliratot beüzemelve. Na, már. Hogy üzemel? Hát, hogy világít? Hát gondolom, hogy beüzemeltek, igen. Ez az egyetlen dolog, amiben nem késnek. Igen.
környén már egy hete árulnak karácsonyfát zozóan. Ugye? Tess. Ők se bíznak semmit a véletlenre. Besétálnak az erdőbe. Ez lesz a magáé. Azért az igen. Hát a november közepén, most már igen. Szépen lassan el lehet ezt kezdeni. Van egy közlekedésünk. Webszerém elkerülőtől csopakig tejfölköd. Lassan közlekedjenek arrafelé. Ez gombi. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, a szújó szétveri a szádat, ha van benne úr, ha nincs. De azzal mi van egyébként azzal a meccsen? Annyiszor szóba került már, de úgy, én picit úgy hiszem, hogy Zoli kezd így kihátrálni ebből menekül. A dologból. Múltkor is SMS-eztünk, miközben néztem a Digit, a Nadal Federert, vagy a Nadal Djokovicot, és akkor ott valamit beírt a Zoli a riportereknek, aha, hogy ki volt a képe látható popstar. És akkor még vissza... Kicsit nagyképű, igen. Ehhez is ért. És akkor mondta a kommentátorról, hogy igen, hát Szújó Zoli kollégám egy kis szakmai segítséggel miért beírta, hogy melyik popszállt a képen. De írtam az Zolinak, hogy én is nézem felkiáltó jelen. És akkor írt rá valamit, és mondta, hogy mikor megyünk teniszezni. És mondta, hogy hát nem, meg hogy inkább nézni. Jaj, tehát, de szánalmas ez, Zoli. Finoman kiátrálni látszik a dologból. De nem baj, mondtam neki, hogy állok elébe. Tehát amikor ő gondolja, akkor ja, de kihátrált. Nincsen ilyen jótékonysági teniszmeccs így az ünnepek közeletével? Ilyen színészek, meg zenészek, meg közszereplők, meg ilyenek? Hogy nem hívtak sehova? Hogy, hova? Jótékonysági teniszgála. Na, még egyszer elmondom, jótékonysági teniszgálán. Gyerekeknek karácsonyra gyűjtés, hogy meg lehet benneteket nézni, ott ütögetsz, amit ténkivel. És akkor 500 éve megyünk. Hát, ha valaki szervezne egy ilyet, akkor én nagyon szívesen elmennék, ja, és játszanék. Megszervezni nincs erőm, mert azért ez egy nagy nem dolog, de ha lenne nem egy ilyen nagyszabású, mit tudom én, celeb teniszverseny, vagy bármi, akkor szívesen elmennék. De jótékony, akkor meg pláne. Karácsony környékén. Ilyen jellegűen. Nekem nem szólnak, hát azért ez simán lehet. Ja. Azért ettől függetlenül ez még lehet, csak hát nem biztos, hogy tudják a szávon. Akkor mindenki itt van. Jó. Sebestyének nem szóltatok, ugye? Jó van, na akkor kezdjük. Out! Kussolják! Halka, mert ide jön. Ne üvölts! Szóval simán lehet, hogy van. Csak nem szólnak, de ha van ilyen, és akarnak, akkor nagyon, nagyon szívesen. Nézzük még, mert mindenki karácsony hangulatban van. Bölcsibe már díszítgetjük a csoportot, így egy hallgató. Az helyes, de hát ott az cuki. Szerintem november közepén ott már díszeket csinálnak, nem? Az már tök aranyos. Volt ilyen kedvenc díszetek, fajta, típus, amit nagyon szeretettek csinálni? Nekem egy ilyen volt, a filcből készített díszek. Azokat én imádtam. Amikor filcből csináltam mondjuk karácsonyfát, és ugyanúgy filcből vágtad ki rá a díszeket, aha, vagy például ráraktál még egy kisebb fenyőfát, de az már más színből, meg még egyet, és ilyen réteges lett. Én azokat emlékszem, hogy az óvodában nagyon-nagyon szerettem. Azokat tök jó volt. Meg a sütős díszek. De megvannak még, nem? Ja, fica, ez pedig most. Azok is most ugye kicsit ki vannak nyúlva, kicsit deformáltak. De most komolyan. Én azokat például nagyon szerettem. Most nem tudom, hogy a gyerekeknél mi lehet a favorit. Hát csinálni szerintem a süti. Nálunk a mézes kalács az megy, hogy díszítsünk, és akkor az legyen a fenyőfán, de a kedvesen megfúrta ezt a részét a dolognak, azt mondta, nem jó, mert leeszik a gyerekek, tehát hogy most ne olyan dísz legyen. Nekem inkább olyanon van, ami régen a mi otthoni karácsonyfánkon volt dísz, és még anyámnak megvan a mai napig, egy hóember. Az nekem nagyon nagy kedvencem volt, de fém hóember, ja, fehér karokkal. Nem csoda, hogy megmaradt. Ilyen fura volt, de hogy nekem az ilyen nagyon fontos. Nektek nincs ilyen dísz. Hát az ezüst dió, mert azzal nem tudsz mit kezdeni. Ez ezüst dió. Igen, azt már nem tudsz. Az volt a legegyszerűbb. Kis hogy hívják, kis cérna a dióra, és utána pedig hogy hívják azt a dióba. Mi nem csomagoltuk be. Lefújtátok. Lefújtuk, azt úgy akasztottuk. Lefújtátok? Egyébként ez tök jó ötlet. Az nekem így soha nem jött össze. Szebb, mint a sztaniol. Igen, mert egységesen. Igen, de a sztaniolhoz mondjuk az van egy előnye, mert csokit kell legyél előtt, hogy legyen sztaniolod. Hát igen. Igen, mondhatni. Legalábbis. Mondhatni. De ez lefúj, és ez egy tök jó ötlet. Ez aranyat is tudsz csinálni. Aranyezüst, és akkor ezzel lefújod, azt úgy felakasztod. Teljesen rendben van. Igen. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Hát viszonylag jól, mert hogy 1-0-ra mi vezetünk, de azért még van még 4 nap. Ki játszott tegnap, nem, Jani, is emlékszem. Bekezdtél keményen? Bizony. Tényleg? Igen, hát szerintem ő a hallgató. Behúztam. De te is szépen játszottál, nem azért, csak hogy a hallgató belefutott egy jó nembe, azt hiszem. Ja, tényleg emlékszem elég hamar, ugye?
És karácsony szellemében legyünk egy kicsit puhábbak a játékban? Szerintem még ne karácsonyozzunk. Jó, mi még nem. Nem, nagyon verjük el őket nagyon, hogy még jobban essen nekik majd karácsonykor, hogy nem hallgatnak minket. Igen, december 23-án már szívesen karácsonyozom meg előtte, de egy november 18-án plusz 12 fokban, ami ma lesz egyébként, az ott azt még valahogy így felejtsük el. Ha már viszont időjárás, egészen jó idő lesz egész héten, 10-12 fok, kicsi csípős a reggel, mert olyan 5-6 fokkal indultunk országszerte, de 10-11 fok lesz. Egyik bulvárban pont ezt olvastam, firenzei időjárás várható. Uh-huh. Karácsonykor vagy most? Nem most? Tudom, szerintem így közel, középtávú előrejelzés, uh-huh. De hogy az neked mond valamit, hogy firenzei időjárás? Tipikus firenzei. Hogy milyen az a firenzei, mert én mondjuk még nem voltam Firenzében. De nem is velencei, nem is. Milánói firenzei. Nem. Uh-huh. Nem. Tehát se Bologna, se Genova, semmi nem érdek. Ő firenzei időjárást ír. Vagy ez biztos egy ilyen szakkifejezés, csak én biztos, ugye? Tehát szinte 100%. Van a csornai időjárás, meg a Firenzei. A Strasbourg és a Vladivostok. A Vladivostokival nem járnak olyan jól. Az hideg. Szerintetek van olyan ember, akinek nyárig áll a karácsonyfája? Van. Ezt egyszer csináltuk valamelyik évben, hogy így rákérdeztünk május tájékán, és írt a hallgató, hogy neki még így augusztusban is megvolt tavaly. Van egy fűtetlen kis szobácskája, ott el van a karifa. Mit zavart? Tök jó lehet úgy nyaralni, kimenni Sandra, hogy még áll a karácsonyfed. Nem? Ja, hogy megvan otthon a karácsonyfa. Hogy mi megvan otthon a karácsonyfa. Ti mikor szedtek vízkereszt, hogy hogy szeditek? Adolika. Nem szedjük le, csak hogy hívják, rádobunk egy takarót. Hát nálatok egyébként csak eszedni, csak hajtogatni. Ne, persze, semmi az egész. De egyébként most gondolkodtunk rajta, hogy a falra festjük, és akkor nem kell vele vacakolni. De jó, és akkor egy függönyt elé akasztasz. De ez semmi az egész, megoldjuk. Vagy rátolunk egy szekri. Az a legjobb. A parlamentnek a karácsonyfejet, ezt mikor szokták kiválasztani? Mert az is mindig, hogy azért nyilván előtte van bőven, és azért... De ez nem is a parlamentnél van, hanem a Vörösmarty téren van az országfája, nem a parlamentnél? Parlamentnél tavaly volt jégpálya is a parlamentnél, hasznosították okosba a területet. De aztán megszüntették a csőtörést. Aztán igen, és akkor végre felolvadt a jég, most nem tudom, hogy az idén lesz, de az mindig a parlament előtt. Igen, mert a Vörösmarty téren is áll mindig egy rohadt nagy fa. De az igen, nagy... de az országfája az a parlamentnél. És az külön megtiszteltetés valami településnek adni. Azt mindig így kiválasztják, hogy ki adja. A gulykígyóssal viszonylag rosszul járnának, mert darab fenyőfánk nincs ilyen nagy, de akácunk az marhasok, ugye alföldi településként. Hát szóval, hogy fenyőben nem vagyunk erősek, valaki majd biztos megint mondja, hogy ő adná a fenyőfát. Az ilyen 20 méter. Az nagyon-nagyon nagy. Hát már a Vörös Martin is nagyon nagy, de ha ott a Kossuth téren az még nagyobb, akkor az elég csecsén néz ki. Az szokott lenni a legnagyobb. Úgyhogy már biztos vannak, akik forralt boroznak is, mert egy képviselőről tutira állítani. Úgyhogy de ők is már biztos készülődnek. Ezt nem tudom, hogy mennyivel előtte szokták így kiszúrni. Aha. Igen, csak vinni kell a forralt bor, a helyszínen még nem kapható. Nem lesz most karácsonyi vásár a két ünnep között. Már hol a Vörös Martin? Aha. Csak ünnepek előtt? Csak karácsonyig lesz. Egy picit egyébként, de megértem. Miért? Mert hát, ha most ő maradni akar, mert kereskedői maradjon. Szempontból nem nagyon éri meg. Hát kifogy a pénzed hónap végén, ki a fene vesz 28-án még ajándékot? Musankát, senki. Musankát, senki, vagy matrioska babát, vagy... Szerintem a hangulata tök jó volt két ünnep között. Már van? Van, amikor kimenjünk a venivel. Még nincs? Még nincs. A két ünnep között, a két karácsony között? Nem, karácsony és szilveszter között még ki lehet ezt. Szilvesztertől már előre szorongok. Úgy sem ér sehova, mit szorongok? Mindig szorongok, ha szilveszterre gondolok, szorongani kezdek. Miért? Egy ilyen szorongás lesz rajtam, hogy megint valamibe belekényszerítik az embernek, meg nincs ilyen szilveszter. Soha nem, 6 éve, mióta Benni megvan, nem vagy, nem megyünk sehova. Ne is jöjjön senki, csak akit nagyon van, amikor jönnek ilyen barátok, meg társaságban vagyunk, de elmenni nem szoktunk nagyon sehova. De akkor mitől szorongasz? Nem tudom, én valahogy a szilvesztertől szorongok. Hogy vidámnak kell lenni fogadni. De az egész valahogy, hogy jön a szilveszter, tudod? Hadd jöjjön. mindig szorongok tőle. Na jó. Ki lesz a játékos? Ezt kell eldönteni a hírek alatt. Jó? Írni nyugodtan SMS-t. Jelentkezni, arcoskodni, rúgkapálni, kiabálni, csípni, marni, harapni. Verbálisan, ha lehet mindez természetesen. És akkor a hírek után meg játékost választunk. Fél hét van, itt vagyunk a hírek után. Itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt! Jön a Robi Budapest. Jön a Robi Budapest, így van egyébként a dal után. Áprilisban, valamikor április 20, nem tudom mennyi. De valami új szingalbummal jön, tehát hogy nem
ez például nem biztos, hogy felcsendül. Hát swingben, lassú dal lesz belőle. Az új albumában jön, igen. Swing. Ezt szoktam mindig csinálni koncerteken, hogy egy-két dalt így elénekel, swingben, meg vendégekkel, hát most az egész buli ilyen lesz. Én eddig voltam azt hiszem kettőn, itt Budapesten, és mind a kettő nagyon jó volt. Én várom. Ha ne swingeljen már. Na jó abban, de tök jó, tényleg jó. Tudom, hát jó ő mindenben, de az a csávó, hát valljuk be őszintén, ebben a legjobb, amit most hallottunk. Én erre például, hogyha egy ilyen összeállítás lenne, mi kiismernék, meg is nézném. De a swing, hát jó az is persze. Na, azt mondja, hogy Poroszló után a 33-as úton Füzesabony felé az út két oldala kibolyázva a javítás miatt, a köd miatt óvatosan, valamint Veszprém Balaton akaratja sűrű köd, 20-30 méteres látott távolság. Utána M7-es ködös, de jó a látott távolság Budapest felé, ezt pedig Balázs küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Krisztián. Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és titeket is, Balázs Feri, Jani. Szervusz! Honnan hívsz minket, Krisztián? Én keresetben Veresegyházáról hívlak. A Veresegyházi medve otthonból. No. Igen, ott dolgozol? Igen, ott vagyok, mint állatgondozó. Így van. Te mész be a medvékhez? Így van. Négyen vagyunk, még rajtam kívül van három kollégám, és hát ez ilyen összetett feladat minden reggel. Sorsot húztok? És nem, minden nap van új munkaerő felvétel. Elég sűrűn váltogatjuk a kollégákat igazából. De mit lehet csinálni egy 300 kilós medvével? Tehát mi az hát állatgond? Nem. Ugye? Lábsöprés. Így van. Kerülgetés. Igen. Na jó, beszélgetünk majd, vagy azzal, akivel szeretnél játszani a játék alatt. Ki legyen az illető? Hát Balázs, téged választottalak, nem mondom őszintén. Ritkábbak a csajjátékosok, nem? Mintha nem olyan kevés lenne, nem tudom, miért nem jelentkeznek jányok a játékra. Jó, játszunk, persze, abszolút benne vagyok. Nincs is nagyon más választásom. Oké, Jani. 3, 2, 1, brum. Azt mondtad, hogy brum. Brum. Jó reggelt. Jézusom, jó reggelt, hello Krisztián. Na, szóval mit csinálsz ott pontosan? Hát kérlek szépen mindenféle jót. Etetünk, takarmányozás, takarítás, eléggé összetett munka, amit mi csinálunk, szóval ebben benne van elég sok minden magába fogja. Összetett? Összetett? Így van, persze, összetett. És mi történik, amikor bemész a medvékhez? Bántanak, vagy megpróbálnak megharapni? Hát próbálkoznak, nincs persze, kerülgetnek, jönnek. Van két maci, aki szeretettel jönnek, és hát próbálkoznak. Volt már, hogy egy medve letepert, és megpróbált mögét kerülni, mert egy picit kanos volt? Nem, olyat nem csinálsz. Időáll. Ott a pont, igen. Mi volt ez a ne? Ez nem volt? Vagy mi volt ez? Nem. Nem, azt akartam, de ki van, aki volt, amit a gyakorlatilag, ugye. De ki mondtad a nemet, hogy azt mondtad, hogy ne, ilyen nincs. Mit mondtál? Hát, nem tudom. Aha, most a kis Balázs szerint. Mennyinél állítottad meg az időáj, hol 48. Volt? Nem hallottam 48. Teljesen egyértelmű nemnek, azért kérdezem, hogy nem volt teljesen egyértelmű ez a nem. Aha. Számomra. Ha most azt mondod volna, hogy nem mondtam ki, csak azt mondtam, hogy ne, akkor mondanám, hogy játszunk tovább, mert nem tűnt egyértelmű nemnek. Nem akarom igazságtalanok lenni. Akkor Balázs, akkor csináljuk úgy, mert gyakorlatilag ugye, a telefon másik végén vagyok, kicsit jobban izgulott, mint te. Ugye tehetem, hogy a szinten benne vagy. Meg hát neked jobban kell az ajándék, mint Balázsnak. Igen, már vittem az egy család. Nekem gyakorlatilag a medve otthonnak kell az ajándék, Balázs, ezt a 12 másodpercet valahogy csak így kell bőtölni. Na, akkor 12 másodperc még jó, elfogadjuk, hogy nem mondtad ki, csak azt mondtad, hogy nem, mehetünk? Igen, köszönöm szépen. Jani? Na, akkor folyt köv. Na, folytassuk akkor. Folytassuk. Szóval mögét kerülnek a medvék? Milyen medvék ezek? Tudod? Ezek bankozatú típusú, barna medve, akkor... Lejárt az idő. Jó van, lejárt az idő. Nem, hogy van ez ilyen. Ú, de fura játék volt. Szép volt, Krisztián! Medvék miatt. Ja, medvepark miatt.
Nem, meg a farkasok. Ebben 10 benne voltatok azért, úgyhogy köszönöm szépen. Nem volt teljesen tiszta, nem. Csak azt mondta, hogy nem volt ilyen. Nem, igen. Gyakorlatilag ezért elkezdtem, próbáltam, olyan szerettem valaki mondani ezt a neti, mert ezben rájött az agyam, hogy mégsem kéne. Igen, megálltál, úgyhogy ez a szerencsét. Jó, megvan az ajándékcsomag. És ezáltal akkor egy-egy. Aha. Egy-egy. Ajaj, élesedik a hét, élesedik. Ez nem túl jó eddig. Oké, okay, Krisztián, küldjük neked, jó? Oké, okay, köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao, hello, hello. Ma jó szívű Balázs van itt. 12 másodpercnél leállítani. Mit gondoltad, hogy majd megint fölgyúrod ebben a 12 valami másodpercet? Hát, ha mondom, beleszalad még valamiben. Na akkor... Klassz FM-es sapkában lesz az egyik medve egész télen. Ha letépi Krisztiáról, igen. Akkor egy-egy. Egy-egy, persze, de adjuk meg. Egyébként meg ügyesen játszott, ott az tényleg véleményes volt, ahol megállítottad be. De sikerült elbizonyítani, hogy nem, mégsem mondta ki a tiltot. Na jó. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. 7 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Hali. Feri. Hello. Sziasztok. Hello, halló, elektor kalandorok. De szerettem én azt te. Jól vagytok? Jól. Jól van. Na, gyerekek, hát nagy változás van itt a játékterén. Sok minden történt. Jó szívű vagyok, meg tényleg bármit meg tudunk adni, de át kellett gondolni, mert hogy történt valami, amit mi nem vettünk észre. Íme a bizonyíték. Szóval a ne, azt mi nem adtuk meg, de nem vettük észre, hogy utána viszont kimondta, hogy olyat ők nem csinálnak. És utána állítottad meg az órát. És utána állítottuk meg az órát, így van. Úgyhogy ezt viszont így sajnos nem bármennyire is szerettük volna, nem tudjuk megadni Krisztiánnak. Már csak azért sem, mert ha most ezt megadnánk, és utána egy következő játékos kimondaná nemet neki, viszont nem adnánk meg, akkor nem lennénk elég következetesek. Úgyhogy... Még akkor is, ha medvefejek fognak megfázni Veresegyházon. Nem lesznek Klassz FM sapkás medvék. Pedig én azt szeretném. Nem lesznek Klassz FM-es nyakba akasztós medvék. Figyelj, egy bögrések, se semmi. Küldjünk már el, hogyha csinál egy ilyen fényképet, hogy egy medvén van egy Klassz FM-es nyakba akasztó, és egy Klassz FM-es sapka. Én azért adnék egyet. Vagy ha az egyik medvé egy Klassz FM-es fejet tart. Hát azt ne. Illetve... Hát attól függ, kinek a fejét. Ugye? Hát, tudnék azért neveket mondani. Már nem innen, hanem úgy általában, hogy kinek a fejét tartsák. Szóval nincs csomag, sajnos. Sajnos nincsen, Krisztián, ha hallasz minket, ne haragudj, de így ezt nem tudjuk megadni. És akkor 2-2 ezzel az állás. Ja, 2-0, hülye vagyok. Azt gondolom, hogy kedden kicsit elébe rohantál az eseményeknek felé ezzel a 2-2-vel. Csütörtökén ezt én el tudnám fogadni, de így szerdán, vagy szerdán, így kedden azért ez még picit. Erős? Ez picit talán még erős, igen. M1-es Győr, 128-as kilométernél Budapest felé terepjáró platóbélés a pályán. James küldte, aztán jó reggelt, Bécsi út, temetőnél már melegít a hatóság, üdv Zsidi. Az M7-es Siófok irányában 89-es kilométernél a leállósávon kamion vesztegel, román kamionsofőr, ráadásul, mintha ez bármit is jelentene. Veszprém, Balaton akaratja sűrűköt, 20-30 méteres látótávolság, utána M7-es Ködös, de jó a látótávolság Budapest felé, és Poroszló után a 33-as főúton Füzesabony felé, az út két oldala kibójázva javítás miatt, óriási a köd, úgyhogy nehéz észrevenni. Nem vettem le a kupakot, mondom már, hogy tovább tart. Ha igen, ma 7 órától kb. 17 óráig a 13. kerület Teve utcában a Petneház és a Frangepán között ismételten betonpumpával dolgozunk. De rendes. Idegenes forgalmi rendváltozás lesz, türelmet kérünk, és aki teheti, kerüljön. Üdv, Balázs Árpád projektvezető. Árpád a legprofi projektvezető az országban. Ő mindig megírja. És ez biztos korrekt info, ugye? Tehát nem azon, hogy valaki beírt valami hülyeséget, egy projektvezető megírja, hogy mi van. Ezt köszönjük, ez jó. Ez jó. Írhatsz minden reggel. Érdekes egyébként, hogy egy ilyen egyfecske kategória, tehát hogy sok projektvezetőtől nem szoktunk egyébként kapni információkat pontosan, precízen, hogy hol, mikor, hány órától hány óráig dolgoznak, de Árpád kivétel, üdítő kivétel. Igen. Na, egy brit nő a féltékenység világrekordere. Muszáj róla két mondatot beszélni. Otello szindrómás, ami a legdurvább féltékenység egyik betegsége. Vett egy hazugságvizsgálót, egy poligráfot, egy hazugságvizsgáló készüléket, és annak segítségével minden alkalommal kifaggatja vőlegényét, ha hazajön. Függetlenül attól, hogy egész nap távol volt-e, vagy csak leugrott valamiért a közérbe.
Otello szindróma, ezt így hívják. A féltékenység legdurvább szintje. Móra barátja? Tessék? Móra barátja, igen. És nem össze akarják őket ugrasztani, igen. Debbie Woodnak hívják a nőt, és a Daily Mail szerint a világ legféltékenyebb nője. A pasi azt mondja, hogy őt ez nem zavarja, bár nem mindig könnyű a párjával, és néha ideges lesz, és emiatt nem egyértelmű a hazugságvizsgáló eredménye, mert csak úgy kalapál a szíve, hogy Debbie viszont elkezd benne kételkedni, ő viszont nagyon izgul. Csak azt tudom neki ilyenkor mondani, idézem a pasitól, hogy nem csaltam meg, és imádkozom, hogy elhiggye. De elviselek mindent, mert tudom, hogy lelkitársak vagyunk. De szép élet lehet. Gondold el, lemész a közértbe, hazajössz, és a feleséget hazugságvizsgálóra köt. És ott ülsz a kezeden, a mellkasodon, érzékelőkkel, a hasadon érzékelőkkel, és a nejed kérdezget arról, de utálom ezt a szót, hogy nejed. A feleséged kérdezget arról, hogy hol voltál, kire néztél, mit csináltál, megcsaltad-e a párt, de hogy lehet így élni? És 15 percet voltál lent. Körülbelül. Abba sok minden belefér egyébként. Hát vele, hát. De csak boltba menték kenyérért. De most ezt tényleg meg kell magyarázzam. És utána rákötnek, és van egy fél órás hazugságvizsgálat. És ez a napi rutin. Lemegy, följön, mesztelen is lelőd szívesen a balkarodat, igen, üljél le, elnyertjél, jó, próbálj meg lazítani egy kicsit, elmondom egészen konkrétan, hogy mire fogsz számítani, ma is, igen. Már 5-5-szörre. Hol voltál, mit csináltak? Gondoljátok, egy ilyen nővel együtt élni, hogy működik borzalmas. Egy ilyen párkapcsolat? Szerelem lehet? Tehát ennyire szerelmes a csávó? Mármint a csaj. Nem, a csávó. Nem, a csávó. Marad. A, hát a csávó marad vele. Igen, igen. Vele marad. Hát most a csaj szerelmesebb szerintem. De hogy, ez, de hogy miért marad vele? Mert nyilván, ha valaki itt szakíthatna, akkor az a férfi lenne. Hmm. Mert ugye a nő, az nyilván féltékeny. Jó a Yorkshire pudingja. Hát valami nagyon kell tudjon. Hogy miért van vele? Igen. Hát most képzeld el, hogy innen fölállsz, hazamész, mert át kell öltöznöd, mert mész egy tárgyalásra. A Viki azonnal rád kötne egy ilyen szerkezetet, és egy fél óráig faggatna. Aztán elszaladsz, jaj, a Beninek kell tejet vennem, elmegyek a boltba, visszajössz, megint fölkötnek erre a vacakra. Utána elmész a tárgyalásodra, visszaértél, akkor megint felkötnek, és amikor még egy teniszmeccsed van este, és abból visszajössz, akkor megint. Te napi háromszor vagy hazugságvizsgálod. Szerintem ezt sürgősen be kellene fejezniük, mármint a kapcsolatot. Ez borzalmas lehet. Borzalmas lehet így élni. És még arról nem beszélünk, hogy valószínűleg nem csak ez van, hanem egész nap SMS-ekkel bombázza, hogy mit csinálsz, hol vagy most, a munkahelyén folyamatosan felhívja, hogy na és a kolléganők, hogy néztek ma rád? Ugye itt nem csak az van, hogy a hazugságvizsgálóra ráköti, hanem egy egész napos ilyen nyomás lehet az emberen. De az a pali, aki ilyenben van, az megérdemli, nem? Hát egy ilyen nővel élsz, és te ebbe belemész ebbe a játékba, akkor erről te legalább annyira tehetsz, mint az a nő, aki ezt csinálja. Pontosan. Nem? Így van. Nincs képünk a nőről, hogy néz ki? És valami irgalmatlan szexbomba. De nem, pont azt, pont a másik oldalt látom. Ez az Otello szindróma, ez egy ilyen elfogadott orvosi diagnosztizált betegség, hogy Otello szindróma, ez létezik? Hogy ez beütött, hogy valaki Otello szindrómás, akkor ezt adja ki, hogy túlzott féltékenykedés? Hát nagyon hivatalosan írták a levelet, vagy a hírt így is. Van. A kóros féltékenység elnevezésére használják az Otello szindróma. Otello szindróma, igen. Valamint a házastársi paranoia kifejezéseket. Aha. Hát, hogy ez egy létező dolog, egy létező lelki betegség. Hogy tudsz ilyen kapcsolatban élni, ezt egész egyszerűen nem is értem. Hát szerelmes valószínűleg a férfi. És akkor mindent megbocsátasz, egy idő után lesz ez szerintem sok. Mióta vannak együtt, nem írják? Ne, azt nem írják. Mit tudsz csinálni? Felveszed kamerával vagy telefonnal, hogy te mit csinálsz? És elkezded leforgatni 15 percen keresztül egy mini videó formájában, hogy te lementi ki, ajtón kiléptem, elindultam lefelé. Tehát hogy tudsz egy ilyen őt meggyőzni? Sehogy. Hogy egy GPS jelkövető csípet lövetsz be a tarkodba. És akkor ha az a személy, akivel te csalod a feleségedet, odarendeled a boltba. És mozgás közben. Igen, na. Bármi történik. Igen, a GPS-es semmit nem ér, mert attól te még bármit csinálsz. Tehát te bolt közelben megállsz egy autóban, és ott elkapsz egy csajt, az sokat nem ért. Van kép a csajról. Hát jó, én megértem. Tehát, hogy mindent értek. Hát most komolyan mondom, mutatom. Egy körülbelül 160 kilós nő ül egy kanapén, és egy a hajától már megszabadulni látszó, nagyon-nagyon durván kopaszodó, megnyomorodott férfi ül mellette. Jaj. Tehát, és a nő az legalább 160 kiló, az ő kezében van a távirányító, a pasi meg úgy ül, mint aki így magába rogyva, kulcsolva a kezeit az ölében, hát most mutatom. Te is magadba rogynál. Jézus. Tehát ő a nő.
Igen, igen, megérdemled, maradjon így minden, hagyjad, tehát, csináljátok. Tehát ezzel mit tudsz csinálni? Van még följebb képed, még van? Jézus Mária! Ez egy sárkány. Ott a hatóságvizsgáló. Szegény embernek valószínűleg, amikor összejöttek, akkor még volt haja. De lehet, hogy a hölgy sem volt akkor még 160 kiló. Csak így az évek. Na jó, de hát ha egy idő után rosszabb valami, akkor azért kilépsz belőle. Hát valószínűleg ő egy ilyen kis tutyimutyi alkat lehet az a fajta. Aki valószínűleg itt arról van szó, igen, hogy van ez a nő, tudod, aki egy hárpia, ordít, ütiveri, osztja, a Pali pedig egy ilyen kis, tudod, az egy kis teszetosza, szerencsétlen ilyen tutyimutyi, aki meg tulajdonképpen ez a jó. Tehát ugyan szenved ebben, de közben meg ez lehet a jó neki. Meg valószínűleg a nő megölni, ha elhagyná. Nem? Megölni, igen. Megölni és feldarabol, és konzervos üvegekbe eltenni. Valószínűleg begyűjtötte ezt az úriembert, összeszedte, valahogy, nem tudom, hogy, ha ilyen volt korábban is, és most már nem ereszti el, 10 körül már ragaszkodik hozzá. Mikor derül ki vajon, hogy ennyire rosszul választottál? Az első randi után már, vagy az első találkozás után azonnal hazugságvizsgálóra kötnek, vagy mikor? Szerintem az első hazugságvizsgálót még Poinnak fogta föl. Jaj, ez milyen szellemes, ez egy kis kedves, amit kitaláltam. Mennyit fogunk nevetni majd időregen is? Jaj, Istenem, de jó poén, visszaviszed ugye, nem csak bérelted, vagy leasingelt, nem, megvettem, minden nap ezt fogjuk csinálni. De azon gondolkozom, hogy az ilyen nő, aki ennyire kattant, az simán benne van az, hogy téged éjszaka, ez lemészárol. Aha. Tehát ha te nem tudod őt meggyőzni arról, hogy te a hazugságvizsgálóban egyébként nem csaltál és nem próbáltad átverni, tud annyira torzulni a valóságérzékelése, vagy a valóságérzet, egy este bejön, és egy kész szúr a hátadba. Tehát aki ennyire kattant, az gondold el, mennyire veszélyes egy ilyen nő. Tehát biztos. Azt hiszi, hogy átvágtad, vagy szent meggyőződése arról, hogy te valamit csináltál, tehát az ilyen típusú emberek simán elhiszik. Ez 100%, hogy voltak ilyen jelenetek, mint amikor a Kéti Béca tortúrába, hogy így felriadt éjjel az úriember, és oda nézett az ágynak a szélére, és ott ült mind a 160 kilójával, és kedves, és nézte, és jó, Istenem, mit csinálsz? Csak nézlek. Semmi baj. Azon gondolkodom, hogy vajon őszinte vagy-e hozzám. Aludj nyugodtan, nem zavarnak. Azt észrevettétek, hogy a nők és a férfiak tök máshogy féltékenykednek? Már hogy amire féltékeny vagy? Meg ahogy a féltékenységet kifejezi egy nő, meg ahogy a féltékenységet kifejezi egy pasi, azt nem vettétek észre? Hogy teljesen más a két féltékenységnek a kifejezése? Vagy a kifejezés módja? Ezt most nem nagyon értem a dolgot, hogy... Hogy más, hogy tudnak féltékenykedni. Tehát egy nő féltékeny, akkor máshogy féltékeny, mint egy pasi féltékeny. De miért? Mi pasik hogy vagyunk féltékenyek? A pasi... Beszólósak vagyunk? Ne, a pasi az szerintem igen. Azonnal tudnak vádolni, nyíltan vádolnak, egyenesen vádolnak, balhét csinálnak, és kimondják, hogy mi a problémájuk. Ami nem jobb vagy rosszabb, nem ezt mondom, csak egy pasi az azonnal tud ingerült lenni. És azonnal rágál a nők. Azok meg sokszor úgy féltékenykednek, hogy ilyen kicsit ilyen alattomosan sokszor. Csinálják ezt persze pasik is, nyomoznak, leskelődnek, telefonban kutatnak, nem? Tehát a nő szerintem valahogy, persze van az a típus, aki azonnal kiveri a balhét, és meg tudja ölni a nőt. Elveszik a telefont, amikor fürdez, beleolvasnak, hallgatóznak, tehát ők ilyen sokkal finomabb szenzorokkal. Igen, a nők csinálják ezt. Hát azt nem tudom, mennyire intelligensebb ez. Hát a kifinomultsága szerintem intelligenciára utal. Nem, szerintem már mi, hogy belenéz a telefonodba, amíg fürdesz? Vagy mi a kifinomult? Az, hogy hát ez, amit te mondtál az előbb gyakorlatilag. De az intelligensebb, hogy amíg fürdesz, belenéz a telefonodba? Hát az örjöngés helyett, az üvöltözés, meg a csapkodás, meg a tányér összetörés helyett, hogyha ezt választja, azt szerintem azért intelligenciára utal. A helyet, hogy üvöltözne. Szerintem nem így van. Szerintem nem ez van. Szerintem az van, hogy ők nagyon féltékenyek, csak árnyaltabban próbálják előadni a kevésbé árnyalt féltékenységüket. Tehát a nő az egészen kiprovokálja belőled. Nem? Az, hogy most neked az a valaki, az tényleg tetszik-e vagy nem, először árnyaltan indul, de közben ő ugyanúgy dühöng belül, és ugyanúgy örjöng, csak aztán szépen elkezd téged provokálni, és aztán te kimondod. Meg a nő óvatosabb ebben. Igen. A dologban, ő nem akar, tehát a férfi könnyebben marad egyedül egy kapcsolat után. Érted? A nő meg szeretne biztos indokot ehhez az egész történethez, tehát szeretné előbb megtudni és kideríteni, gondolom én ezt férfiként. Igen. A férfiak is tudnak persze, meg a nők is tudnak jelenetet rendezni, tehát én nem azt mondom, hogy egy nő nem képes ott ledobni a táskáját, sikítozni, toporzékolni és megverni a másik nőt, de hogy a férfi és a női féltékenykedés az tök más.
megint ezt a hülye Pécsát nézed? De drágám, ő ezt csak a tévében, a Monica Bellucci, hát ne haragudj. Igen, de azt is úgy csinálják sokszor, hogy miért nézed azt a nőt? Ugye? Akkor jön egy kérdés, akkor jön egy másik kérdés, akkor utána, tehát hogy szépen elkezdenek téged férfiként provokálni. És láttam, hogy nem úgy néztél rá, mint a többire. És akkor elkezded hát, megmagyarázni, hogy? Akkor utána megmagyarázod azt, hogy már magyarázkodsz, igen. És szépen belemész egy nők által előidézett játszámba. A férfi pedig sokszor sokkal tahóbban, meg sokkal öntörvényűbben, de valahogy egész egyszerűen kimond, vagy kijelent dolgokat, hogy az neki nem tetszik. Mert biztos meg, mert biztos lesz, biztos, hogy ne nézd azt, igen. Persze nyilván a férfiak is tudnak telefonban nézegetni fürdés közben, meg hazudozni, meg sumákolni, de hogy a női árnyalt féltékenység, ami közben legkevésbé sem árnyalt, az érdekes. Meg nincs jó válasz ezekre a kérdésekre. Tehát ha például a kokáért ugyanaz a szituáció van, amit az előbb említettem, hogy megnézel egy csajt, és akkor megkérdezed, na milyen? Nem mondhatod rá, hogy á, semmilyen, mert akkor miért nézed? Azt mondod, hogy egészen csinos, akkor meg nyilván megvan az olaj a tűzre. Ugye? Mert nem tudsz jó kijönni egy ilyen kérdésből. Ha megmondod, hogy csinos? Ha, az véged van. Hát nézd, ha egy féltékeny nőnek te megmondod, hogy csinos, ott vége a világnak. Na, ennyi. És hiába. De ha azt mondod, hogy nem csinos, akkor meg mit nézed? Na, akkor mit nézel rajta? Erre a nők miért ugranak? Nem tudom. Hát valószínűleg ezért, mert félti a kis otthoni tűzhelyet, kettőtök szerelmét, hogy egy másikat nézel. De mikor a tévében te megnézel egy nőt, aha. És arra valakinek a csaja ugrik, akkor az... Az beteg. Az nyilván beteg. Hát most egyrészt nem tudod elérni a Monica Bellucci-t, bár most szabad, ugye, hogy maradjunk a példánál, nem tudod elérni, másrészt meg egy filmet nézel, persze, hogy megnézed. Ha? Hát ott szerintem van itt egy kis zavaros önkép a csaj részéről, tehát hogy ő nem igazán bízik már abban, hogy ő ugyanolyan csinos, mint amilyen régen volt, vagy ugyanolyan csinosnak tartja a férje, mint amilyen régen a volt. A féltékenység az mindig abból adódik, hogy te magadban nem bízol? Tehát azért vagyok én féltékeny. Szerintem igen. Két oka van ennek. Több mindenről szól a féltékenység, igen, nyilván. Szól az önértékelés zavarról, a kisebb rendűségi komplexusról, meg a kisajátításról. Tehát a birtoklási vágyról, hogy ő a tiéd. Birtoklod, aha. Akarod. Igen. De amikor kisebbségi komplexusom van, akkor ott azt gondolom, hogy én nem vagyok elég jó neked, vagy, várjál, nem vagyok elég jó neked, vagy nem vagyok olyan jó, mint az a másik, akit a párom néz. Melyikhez? Mind a kettőhöz hasonlít? Tulajdonképpen egy a lényeg. Aha, tehát magamban nem bízom. Nem azt gondolod szerintem, hogy az, akit néz, az jobb. Tök mindegy. A mérés számít, hogy honnan méred. A lényeg az, hogy te magadat nem, tehát, hogy magadat nem tartod elég jónak. De a másik nem csak ez szerintem, hanem a birtoklás. Tehát az, hogy iszonyatosan birtoklod, kisajátítod, tulajdonnak, tárgynak gondolod. Tehát én szerintem ez innen indul. Aha. Mit lehet csinálni? Tehát azt nem tudsz egy ilyen nőben. Veszel egy hazugságvizsgálót. Veszel egy hazugságvizsgálót, vagy ilyen rákötöd minden nap csakolod a telefonját, nézed, de egy ilyen kapcsolatban élni az nem túl jó. Szerintem ezekkel a tiszteletkörökkel mindig el kell bőven látni a kedvesedet, a párodat. Tehát, hogy ők sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjanak arról, hogy csinosak, hogy jól áll rajtuk az a ruha, hogy jól néz neki, hogy tényleg nagyon kis tüchtigek. Egy férfi számára ez szerintem nem annyira fontos. Hogyha megkapja a napi rutinnak megfelelően ezeket a visszajelzéseket a nő, akkor szerintem nem nagyon érzi azt, hogy oka lenne a féltékenységre. Megdicséred a haját, megdicséred, hogy milyen szépen öltözött fel, stb. Ha kapja tényleg ezeket a kis, pici, apró impulzusokat, amik apró, pici impulzusok, de nagyon fontosak egy nő számára, akkor nincs gond. Hát szerintem ez csak ez önmagában nem elég, hogy te minden nap elmondod a mesélj. Drágádnak. Nem, de ez elég? Szerintem nagyon igen. Szép vagy életem, te vagy a világ legszebb nője. Hát egy nőnek csinos, azért ez sokat az számít, igaz, persze. Az igaz, ettől a féltékenység még nem múlik el. Az a durva, ezt egy pasinak kell mondani, kicsi, olyan jól fenekel. Olyan izmos a karocskán. De sehol sincs hozzá Chuck Norris és Michael Dudikoff. Nem, ha egy palit kell ennyire megerőltetni, vagy megerősíteni, az már kell, hogy nőnek erre igénye van, szerintem az egy természetes, aha, dolog. De nektek egyébként fontos az, hogy ti kapjatok ilyen visszajelzéseket? Hogy milyen szépek vagyunk. Szerintem ez mindenkinek fontos, persze. Tehát mindenkinek jól esik. Kinek fontosabb, kinek kevésbé, de az mindenkinek jól esik. Nem? Ezt szoktam mondani otthon, hogy mondjad már. Mondjál valami. De most jól nézek. Te is örülsz neki, hogy valahogy még kinézek. Na. De van, hogy mit, amit bepucsítasz a konyhaszekrénynél, így elkezdett kicsit lóbálni a kezed. Nem, pont nem ezt. Nem, jó, de bepucsítok. Bepucsítasz, elkezded lóbálni a kezed, mint Dumb és Dumberben, amikor a papagáj ünnepségen vannak a legvégén, mielőtt lelövik a papagájt, vagy mi az, és azt mondják, hogy na. Amikor a dám megpróbálja összehozni a dámbert azzal a csajjal. Nincs ilyen?
Azt gondolom, és azt mondta, hogy na, Móni. Én azt gondolom, hogy jobban nézek ki, mint Dumbe és Dumbe. Hát, csak. Na boxer jó. Alsóban, de egyébként igen. Tehát, hogy nekem ez például fontos. De egy ilyen biceps poszt, nem tudom. Ne, csak úgy lazán lezsörőért. Kérdem. Egyszer valahol olvastam egy ilyen kutatást, és ott azt mondják, hogy ez egy ilyen evolúciós ösztön is. Hogy elűzd a vetélytársakat. Tehát, hogy te a tüzet a nőkben, az, hogy megőrizd a családot, az egységet, az egy evolúciós ösztön. Tehát, ha valaki hallgatja ezt az adást, az tudja azt mondani, holnap már, ha nagyon féltékeny kicsi, mert hallottam, evolúciós ösztön, bocsáss meg nekem, féltem a család menegét. Tehát, arról szól, hogy a nő a nőt el akarja űzni, mert a nő a nővel rivalizál, hiszen bejön a falkába, azt meg kell védeni, ott egy család van, egy tüzet ülünk körbe, de nem engedünk be senkit. Tehát ez egy ilyen mélyről jövő, baromi nagy, baromi erős ösztön. A férfi a másik férfira is ugyanezt? Nem, a férfi viszont a fajfenntartó ösztönre tudja fogni esetleg félrelépni. Aha, értem. Ja, azt igen. Mondja, hogy... Ja, hogy oda is el akartad szórni a magot. Azt mondja, édesem, hát most mit csináljak? A túlélési... Ilyen szépek a gyerekek. Na, hát ilyen kellett volna neki is. Igen, a túlélési ösztön után a második legerősebb ösztönkör a fajfenntartó ösztön. Hát most ezzel a férfiak nem tudnak mit csinálni. Érdekes dolog ez egyébként. Nyilván nagyon sok párkapcsolatot meghatároz, meg egyébként mérgez. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak ennyire kattantak, ha nem is olyanok, akik hazugságvizsgálóra kötik a párjukat, de a telefonba belenézés, a kutatás, a nyomozás, a nézem, hogy mit néz, az egészen biztos, hogy általános. Szóval azt mondod, hogy egy nőt dicsérsz, az segít, vagy az jó? Szerintem rengeteget. Igen? Rengeteg. Minden nap kellenek ezek a visszajelzések. Minden nap. Pici, apró dolgokról. És mi segít rajtunk, pasikon? Hát rajtam már semmi. Azért kérdezem, hogy... Rajtunk pasikon szerintem pont az, hogy vagy már az elejétől kezdve hozzá kell szerintem szoktatni a párodat ahhoz, hogy igenis megnézed a többi nőt, igenis hatással van. Letisztázod az elő, hogy kicsim? Igen? Igen. Ez működik. Ez megvan abszolút működik. Megvan az első randi. Na. Erzsi. Ide figyeljé. Figyelj, Erzsi, járni fogunk, szép lesz az életünk. Így van. Azt azért megnézem. Te is vagy, meg vannak a többiek is. Szerintem egyébként ezt nincs nő, aki úgy nyelné be, hogy egyébként ha azt is mondja, hogy benyeli, de szerintem azért ez nekik a lelkük mélyén azért az rosszul esik. Tehát az a nő, aki azt mondja, hogy persze, hát nem vakságot szeretnél, nézd meg, de azért ott mész melletted, és a pasid mindenütt nagyon megbámul, az valószínűleg azért nyeli le, hogy vagy ne legyen konfliktus, vagy hogy megfeleljen a paliának, de szerintem azért az a legtöbb nőnek rosszul esik. Hogy te mész valahova, és feltűnően nyácsorgatva megbámulsz nőt. Nem ezt mondom. Csak csekkolsz. Tehát, hogyha együtt néztek meg valakit, és együtt konstatáljátok azt, hogy igenis az a nő kihozza magából a maximumot, hogy korához képest mennyire jól néz ki, mennyire csinos, szerintem ez valahol tényleg intelligencia kérdése. Tehát, hogy a párodnak ezt igenis tudomásul kell vennie, hogy mit tudom, ott van egy fiatalabb nő, ott van egy jobb genetikával rendelkező nő, és akkor mind a két azt mondja, igen, rendben van. Jó, ide nagy terelő a János. Hát a Mónikára fogja, nézd csak, drágám, na, nézd meg, szerinted? Hát most... És azt mondja a Mónika, hát igen. Na, látod, hogy milyen jó? Na jó, ma menjünk tovább, még egy kicsit elidőzöl. Látod, hát fiatalabb, mint te. Hát persze, hogy ügyes megnézem, hát fiatalabb, mint te. Na, nézzünk akkor SMS-eket, meg hallgatói reakciókat, jó? Hogy ki milyen durva oldalával már találkozott, vagy durva oldalával találkozott már a féltékenységnek. Az ellenőrzés, a csekkolás, a követés, a nyomozás, a hazugságvizsgálóra kötés, a fürdés közbeni táskából kicsempészett telefonellenőrzés, laptop jelszó feltörés, és minden, ami megengedett vagy nem megengedett. Jó, ilyen SMS-eket várunk, ha valaki már igazán élt együtt. Mi történt, hogy történt, és hogy szabadult az illetőtől. A szabadulás jó szó, előbb-után gondolom, igen. Mindenki ezt akar. Igen. Nem? Vagy így, vagy úgy. Vagy megölöd, vagy elhagyod. Fekete nejlonságban több darabban. Igen. SMS számunk 06 70 645 00 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello drága hallgatók. Arról beszélgettünk, hogy van egy brit nő, aki Otello-szindrómás, a féltékenység teteje. Ez a dolog, Otello-szindrómában szenved, minden nap hazugság vizsgálóra köti a férjét, bárhova megy vásárolni közérbe barátokkal, amikor hazajön, azonnal be kell ülni a hazugságvizsgálóra. Hát a képet megnéztük, mindent értünk. Igen. A pasinál is mindent értünk, tehát egy ilyen a kapcsolatába belenyomorodott, megkeseredett, erősen kopaszodó, ilyen kislány ül egy 160 kilós szörnyeteg mellett. Igen. A nő egy ilyen fakanállal a kezébe, hát ütiveri azt a férfit valószínűleg, és egy 40 kilós ilyen kisfiú kinézetű férfi ül mellette. Hát ott nincs más választásod, mint tényleg beülni a hazugságvizsgálóba. A fickó ugye tipikus áldozat. Igen. A nő az pedig egy tipikusan önértékelési zavarral küzdő nő.
és ütik, verik egymást, hazugságvizsgálóra kötik egymást, nagyon kemény kapcsolat lett. És arról beszélgetünk, hogy ki milyen fokát élte már át a féltékenységnek, mi az oka a nőknél, mi az oka a férfiaknál, illetve hogy mennyire sokszor máshogy csinálják a férfiak meg a nők azt, amikor valami őket zavarja, máshogy próbálják magukat kifejezni. Itt van egy hallgatónk, Szilvi. Hello Szilvi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, na hát neked is volt részed féltékenykedésben, mi történt? Hát 2 évet bírtam ki egymás mellett, jobban mondva én. Borzasztó volt, munkahelyi kapcsolat volt, ugye munkám által mentem a kollégákhoz munkával kapcsolatosan beszélgetni, konkrétan kihallgatásokat tartott, mert én azt nem tudtam, hogy ő előtte nyomozó volt. De hogy hallgatott ki, vagy mi történt? Hát oda mentem hozzá, mondjuk ez egyik kollégához, és utána megkérdeztem, mit mondott, miért mondta, azt, hogy mondta, de miért álltál szóba vele, de miért pont azt mondta, de és azt, hogy mondta, és akkor kezdődött előről. Itt írja rá a jegyzőkönyvben. Igen, kihallgatási tanúk. Igen, ez konkrétan így volt. A legdurvább esetek az volt, hogy például nokedlit szaggattam, és nem tudtam felvenni a telefon. 28-szor hívott fel folyamatosan, amikor nem vettem fel a telefont, akkor anyukámat felhívta a vezetékesen, közölte édesanyám, hogy nokedlit csinálok, és nem tudom ott hagyni. Úgyhogy Tehát a mama is benne volt. Aha, tehát büntás hát volt a mama. Hát szegény anyámnak el volt ez a keze, úgyhogy nem tudta átvenni a fogonalat, és egyszerűen nem hitte, hogy otthon vagyok, és nokedlit csinálok, úgyhogy borzasztó. Meddig voltál vele? 2 évig. Két évig? És miért? Igen. Hát jó kérdés. Gondoltam, hogy előbb-utóbb majd megbízik bennem, hogyha látja, mert olyan telefonom volt, amiből nem lehetett egyenként törölni számokat, hívásokat, meg részletes számlát kért, meg mindent. Hát a 10 percet késtem otthonról, mert hívott a vezetékesen, akkor már, hogy hol voltam, mit vettem a boltba. Blokkot el kellett tenni, hogy bizonyítsam azt, hogy én a boltba voltam. A blokkot elkérte a blokkot, hogy nézze meg, hogy ott... Igen, rajta volt ugye a dátum, a pontos időpont, az... kiszámolta, hogy mennyi idő, míg én onnan hazaérek. Így a blokk, a vásárlás és a hazaérés közötti időt is kiszámolt, hogy reális-e? Persze, Jézus hát az be volt mérve, hogy én mennyi idő alatt érek haza a boltból. Nagyon például. Szeretted? Ezek után nem. Hát ezért hagytad ott egyébként? Ezért lett vége? Hogy még egyszer? Hogy ezért lett vége a kapcsolatnak? Te léptél ezért ki? Ezért persze, ez nem lehet elviselni hosszú távon. És most mi van vele? Tudsz róla valamit, hogy van-e valaki? Nem, úgy tudom, hogy vannak egy élettársa. Hát nem tudom, hogy azóta változott ő, vagy nem. Nem is nagyon érdekes. És könnyen bírta a szakítást? Tehát ki tudtál úgy lépni, hogy ne jöjjön? Nem. Szakítottam vele, és akkor utána odaállított egy ismerőst a ház elé, aki figyelte a házat. Vett egy másik telefonkártyát, amivel elkezdett engem fenyegetni, de mivel ugye rendőrben már tisztában volt vele, hogy mit lehet leírni, ami még nem számít fenyegetésnek, hiába tette a feljelentést a rendőrségen is, úgyhogy ennek nagyon súlyos vége volt a legvége. De szerencsére megszabadultam tőle. Igen, mert az ilyen típus nem is egyszerű ám ott hagyni. Tehát az egy dolog, hogy az ember a kapcsolatában féltékenykedik, de ezek nem nagyon tudják elviselni, hogy ez a típus, hogy ott lett hagyva, ki lett rakva, és akkor indul a bosszú, az egész, a visszaszerzési kísérletek, tehát nem nagyon egyszerű. Nagyon vigyázni kell ez ilyen típusú emberekkel. Azóta kerülöm, és hogyha bárki megkérdezi, hogy miért ott voltam, na, arra már nem válaszolok. És boltban kérdezték, hogy számlát kér, igen, áfásat, nem időpontosat szívem. Időpontosat. És két tanút. Elmúlt a 18 évesek már, ugye? A dátumot nyomja rá, édesem, a dátumot, ne az áfa tartalmat, igen. Hát jó, hogy vége lett akkor ennek. Hát igen, én is örülök neki. Szilvi, köszi, hogy elmondta. Nem ő jött? Nem, megyek vissza dolgozni. Ja, jó. Belépett volna az ajtó most azért. Micsoda. Mi kivel beszélt? Kivel beszéltél? Kik azok a srácok? Szilvi, köszi! Én is köszönöm. Sziasztok! Hello, ciao. Én antifértékeny voltam, írja egy hallgatónk, amikor a páromat vártam vacsorával is késett, kedvesen megkérdeztem, hogy hol voltál. Ő azt válaszolta, hogy egy csajnál. Jót nevettem, pedig tényleg ott volt. Ma már nem élünk együtt, írja Edith. Srácok, amit itt felsoroltatok, az nálunk is megvan, csak szabadulni nem tudok tőle, mert terhes lett. De rohadtul tele van a zsákom vele, írja egy hallgatóm. Engem a barátnőm álmomban faggatott, hogy hívják a barátnőd, ugyanis volt olyan, amikor az exem nevén szólítottam. Már előre féltem az éjszakától, arról nem is beszélve, hogy vezetés közben csak csőlátásba vezethettem, rá se nézhettem a járdán közlekedőkre, írja egy hallgató. Az vezetés biztonsági szempont, hogy milyen volt. Igen. És éjszaka kérdezett, hogy hívják? Hogy hívnak engem? Persze. Jó, ne mondd!
Feltörte az e-mail és a Skype fiókom, minden éjjel átkutatta a táskám. 4 hónap alatt 25 kilót fogytam, írja egy hallgató. Engem egyszer a barátnőm, akinek kulcsa volt a lakásomhoz otthon, a szekrényben várt, hogy kihallgassa a telefonbeszélgetésemet, vagy hogy egyedül megyek a haza, írja a tesz. Úristen, ez is milyen beteg. Azért az is kemény. Bebújik a csaj a szekrénybe. Megvárta reggel, amíg elmegy, vagy egyszer csak kilépett este 11-kor. Jól van, jól vizsgáztál, ma is lesz szex. Atya úristen. És ezekkel az emberekkel szerintem a legnagyobb probléma az, hogy ők nem veszik észre már, hogy olyan szinten megmérgezik a kapcsolatukat a féltékenységgel, hogy egyszerűen ez már nem működhet, tehát már nem jó. Hát ez, hogy valaki 25 kilót fogy mellette le, hát azt nem lehet, ahogy hívják, a korszerű és modern diétának hogy hívják, számájára rovására írni. Nem? Hatékony, igen. Nekem volt olyan, hogy ültünk a már csak volt barátommal a kocsiban, amikor megláttuk az exem. És ő a szívemre tette a kezét, hogy érezze, hogy erősebben dobog-e a szívem az exem láttán. Azért ez raffinált, nem? Hát kérdezik, ez raffinált akarta fogni a mellett csak, de mindegy. Aha. Azért amikor a csajot pulzusát csekkolod, hogy ő látja az exét és dobog-e a szíve. Egyébként rafkós. Hát tök jó, ez nem jutott volna eszembe. Ja, és a következő fokozat az már tényleg az lett volna, hogy fölrakja egy pulzusmérőt. Jó, bal karra lemezt, amit felrakom. Jó. Vagy igen, psz. Nem természetes a pulzus. 160/110, ez nagyon magas, igen. Ezt nem tudod kimagyarázni. Nekem az éjjel kellős közepén mászott a padlásra, amíg aludtam, a telefonom pukkódjáért. Ez is óriás. Már nem vagyunk együtt, Nudi. Elírta ezt nekünk. Nézzétek fordítva. Mit szólnátok hozzá, a feleségetek nézni egy fiatalabb, jobb fizikumú férfit, hogy ott vagytok mellette, kérdezi Niki. Ugye ez még arra vonatkozik, amikor arról beszéltünk, hogy felvállaltan néz meg egy nő egy pasit, egy pasi nőt, és ezt megbeszélik. Szerintem nincs olyan, akinek ez ne esne rosszul, de van, aki azt mondja, hogy ezt megdumáljátok, akkor lehet. Engem inspirál. Mi, hogy megy a Móni, és azt mondja, hogy nézd, milyen komoly bicepsze van annak a pasinak. Igen, veszel egy 25 kilós kettlebellt. Nem, hogy legalábbis a napi rutin megmaradjon. Engem inspirál, komolyan mondom. Aha. Én a tévé előtt dobok puszikat Novodomszki Évának. Mókás írja is elír. Picit egy oldalú kapcsolatotok, de megértjük. Sziasztok, az én kedvesem már akkor örjön, amikor este Ada beköszön az esti műsorba. Itt azt mondja, és elkapcsolja a tévét. Jót mulatok rajta. Azért az milyen, amikor Ada mondja a tévében, hogy hello, jó estét, nem tudom, ez itt a reflektori találkozások, és itt mondja, hogy itt van! És azonnal kikapcsolja. És innen már a következő fokozat az mondjuk az is lehetne, meg is veri az hogy adát. A hölgy megkeresi. Elmegy az RTS székhez, és megvárja kint a parkolóban az adát. Szálljál le a férjemről, jó? Látom, hogy mindig bámulod a tévében. Látom, hogy mindig ránézel. Ott szemestek te, cida! Milyen sztori. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon sok jó jött. Mi pedig megyünk tovább, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Ez a pulzusnézés, ez nem hiszem el, ez nagyon durva. Halló, jó reggel! Szép jó reggelt nektek! Ó, milyen kedves hangod van. Hello! Köszönöm szépen! De hol? Csak a hangon kedves! Igen, hogy hívnak? Hello. Zsóka? Zsóka vagyok, igen. Az minek a rövidítése? Zsókát azt többféleképpen használják. Hogy... És ma van a névnapom. Igen, azt akartam mondani, hogy boldog névnapot. De a Zsóka az külön is bejegyeztető keresztnévnek, ugye? Nem csak úgy, hogy Erzsébet. A Zsóka igen. Az van külön. Úgy tudom, hogy igen. Igen, ezért kérdeztem, hogy a Zsóka mögött mi van. Mert Fodor Erzsébet? Zsóka. Fodor Erzsébet Zsóka néni. Honnan hívsz minket? Őrzsi. 17. kerületből Budapestről. Őrzse, honnan hívsz minket, őrzse. 17. kerület Budapest. Uh-huh. Igen. Mit dolgozol, mit csinálsz? Egy állami cégnél dolgozom. Hoppá! Nagy csakogatosan. Állami cégnél? Nagy. Nagyon nagy állami cégnél? Hát, mondjuk. Nagyon jó dolgozni, nagyon szereted, nagyon jó fej mindenki? Isteni, nagyon jó fejek, és isteni munkahely. És nagyon elégedett vagy a munkahelyeddel? Hát, igen. Ruhapénz 13. avi. Jó, hagyjuk. Költségtérítés. Rend van és fegyelem? Nem, azért van lazaság is. Lazaság is. Na jó van. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Valaki segít, vagy egyedül csinálod? Hát az összes kollégám rá van tapadva a rádióra. Nagyon helyes. Figyeljetek, csajok.
Ruben bácsi belehozott. Há, vagy Beruné. Mondjuk az a hangok alapján még nem biztos, hogy ketten vannak. Nem. Hát, ha csak valaki betette magának a kazit, aztán boldog percek egyedül. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek. Na, hát ez... Neked... Tudom, pedig ez egy külföldi. Igen. Ha? Nagyon jó. Mm-hmm. Még egyszer lehetne kérni. Hogy nem mutatjuk. Aha, az lesz az. Na, senki? Ott a csajok közül se senki? Nem el? Mindenki tudja. Csak jó, kivettük a sapkát, egy kicsit hosszabb részletet fogsz hallani, figyelj! Ennél is. Nincs meg? Hát ennél többet nem tudunk, nincs meg? Ó, pedig gondolik. Mutatjuk az eredetét. Aerosmith. Ez az Armageddon, ugye? Annak a főcímén? Amikor Liv Tyler elvesztette a papáját, Bruce Willis-t. Ah, de szomorú volt. A Jani sír, tudom, csak ezt nagyon, nagyon sajnáltam. Zsóka, köszönjük a játékot, sajnos nincs emlékcsomag. Köszi. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hello. 2 perc múlva 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlva 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, Budafoki út az erőműtől befelé beállt, mint a Gerely Bélapapa, az Ivekós üzente nekünk. M1-es, M31-es között az M0-as jól járható, Szabcsi. M3-ason van egy baleset Miskolc felé, Gödöllőnél, ezt Liza küldte. Székesfehérváron, a Szent Florián körút, Berényi út kereszteződésében a lámpák sötétek, mindenki megy, amerre lát. Tiszta indiai a közlekedési morál, üdv Ati. Idén talán másként lesz, Hókotrót láttam az előbb a Szabadság hídon. És ezt a héten többen is jelezték. Már csoportosítják az erőket. De hova? Mit csinálják Hókotró ilyenkor, vagy hova mennek? Bejáratják, gyakorol, merre kell menni, hogy lehet leengedni a tolólapot. A hújjelzéseknek megfelelően ez egy olyan Hókotró, ami abba az irányba helyezkedik el, Európa abba az irányába, ahol éppen esett a hó. Aha. Nagy... Hogy jól rögtön tudjon reagálni. Tehát arccal a hó felé fordulnak, már azt mondod? Ha Ausztriában esik a hó, akkor jön a nyugatra. Ukrajnában havat láttok? Gyerünk keletre. Értem, mint amikor támadnak egy várat, mindig oda mész, arra a bástyára szaladsz ki, ahol éppen támadnak. Amerre a leggyengébb pont, ahol érezni lehet, hogy nyomás kezd kialakulni. Figyelj, nekik minden évben van mit bizonyítani, úgyhogy drukkolunk, hogy ez jól süljön el, és ne hangozzon el a bűvös mondat, a váratlanul jött havazás, nem? Ugye? Hát azt tudjuk. Már megint tél, kiszámolt ezt. Igen, az iskolai december 13-án váratlanul jött a havazás, hát ezt májusban az el lehet lökni, de decemberben ez picit kevés. Közszolgálatilag magyarázzátok el a ködlámpa használatát. Na, már sokszor próbáltuk. János, elsőt vagy hátsót? János, a hátsó lámpa, a ködlámpa használatáról néhány kreszt idéző mondatot, ha be tudnál szúrni, akkor azt meghallgatnánk. Amennyiben... De várj, mondd. Mi? Hogy? Amennyiben a látótávolság a jónál, a mizénél kisebbre csökken a köt következtében, kérjük használni. Blöfölj rá azonnal valamit. Amennyiben közúton a látótávolság 60 méterre lecsökken, a ködlámpa közel használata kötelező. Amennyiben nem indokolt, büntetés. Valamit rá kell tudni. Én sem tudom pontosan egyébként. Nyilván hát hol, ha köd van bekapcsolt, ha látod, hogy... Kapcsolt be, nincs köd, kapcsolt ki. Igen, ha nincs köd, ne használd, ha valaki jön mögötted, akkor azt meg kapcsolt ki, mert szúrja a szemét, ha nincs köd. Hát szerintem ez nem igaz. Micsoda? Hát ez, tehát hogy azt én honnan lássam egyébként, hogy jön mögöttem valaki, hogy van egy figyelnem kell? Egy ilyen furán ilyen visszatükröződő kis műanyag darabot középen, az a visszapillantó tükör. De hogy attól a köd is egyébként így el fog oszlani, hogyha őt megjelenik mögöttem valaki? Én addig tartom bekapcsolva, amíg köd van. Szerintem ez úgy jó, hogyha valaki, tehát te ködbe mész, de valaki fölért mögéd, akkor te ezt kikapcsolod, nyugodtan. Ugyanis akkor ő már lát, aztán ő szépen mondjuk kielőz, akkor te visszakapcsolod, és megint addig éget. Tehát ez a ködlámpa szerintem az egy állandó játék. Ha bejönnek a seggedbe, akkor ott már őt nem kell vakítani, hiszen ő már tudja, hogy ott vagy. A ködlámpa azért kell, hogy messziről észrevegyenek. És ez jó, hogyha így föl lekapcsolgatom? Persze, de mi baj lesz? Nem lehet, de ha micsoda, elromlik a kapcsoló. Hát azért vannak, hát a ködlámpa az a legintenzívebb dolog. Használom, nem használom. És jönnek mögöttem valaki más is, tehát elment mellettem, aki miatt kikapcsoltam, és igen? Akkor jön mögöttem valaki más akkor is, és éppen akkor bekapcsolom, és az a kocsi már mondjuk ott van a popsimban, és nem
nem látott engem, hirtelen felkapcsolom, és feltűnik tőle 2 méter egy ködlápa. Nem életszerű, amit mondasz. Hát nem, hát ha jön mögötted egy kocsi, akkor ezt nem akkor kapcsolod fel, amikor ő 1 méterre van tőled, szépen látod, hogy a mögötted lévő kielőz, baromi nagy a köd, abban a pillanatban, hogy ez elkezdett téged megelőzni, abban a pillanatban fölnyomod újra a ködlámpát. Megint jön, ez olyan, mint az első ködlámpa. Tehát ha te utolérsz valakit... Az olyan, mint az első szerelem? Igen. Ha utolérsz valakit, az első ködlámpát nyugodtan kikapcsolhatod, hiszen akkor már te utolérted, és látod, hogy megint elhúz, vagy kiáll jobbra, akkor megint szépen felkapcsolod a ködlámpát. Szerintem a ködlámpa a legintenzívebb és a legokosabb használatot kell, hogy jelentse egy autó. Ez nem úgy, hogy beülök reggel, benyomom, ha van köd, ha nincs, megyek, és megyek végig ködlámpa. Sokan így csinálják. Minden gombot megnyomnak de az autón. De ne is kapcsolgass, a kapcsoló is tönkre megy, meg a lámpa is rövidebb életű lesz. Komolyan mondom. Azt tudom. Jó, úgyhogy ne, kapcsolj be, az kész. Tehát akkor jó, tehát folyamatos játékot igényel, jó. A ködlámpa szerintem az egy folyamatos játék. Az akkor kultúrát, elvileg nem kell, tehát köd van bekapcsolhatod, de a mögédérnek, hát feleset, ugye ezt illik, vagy célszerű, nem? Uh-huh. Hát jó. Tehát akkor folyamatosan kapcsolgassuk, amikor köd van. Csak ne nyújj át a Móni, mert te nem tudod, mert szerintem a Móninak is bal oldalon van. Tehát, hogy azt nem itt vár erkény. Ő jobban vágja a témát, mint én, az biztos. De akkor föl a kapcsolgatom. Csak nehogy esetleg úgy Pataki Attila jöjjön mögöttünk egy autó, mert azt mondja, hogy megint eljöttek érte. Leszálló fény. Na, ha már így kérdeztek a hallgatók, akkor én is kérdezek. Hát, ha valaki tudja a megfejtést, mert előbb föl akartam vetni. De mindannyian gyerekesek vagytok, és biztos van erre megoldás. Mondjátok meg nekem azt, hogy hogy van az, hogy a gyermek lefekszik péntek este, és elvileg nem kell neki tudni, hogy milyen napra ébred reggel. Amikor óvodába kell menni a gyereknek, akkor nem tudod kirobbantani az ágyból. Aha. Ugye ez szerintem minden szülő is, hogy még aludna 8:30-9, a gyereket nem lehet felkelteni. Keresi a kifogásokat. Aludni akar. Eljön a szombat, a gyerek mondjuk fönt van 10-ig. Ugye? Ráadásul még húzod is pénteket. Húzod is kicsit, hadd legyen fönt, tovább alszik. A gyereknek 7:30 kipattan a szeme. Hát, vagy 6-kor. 6-kor. Át gurul a szülőkhöz a kis kedvenc párnyával, meg maciával, meg zsebével a kezébe, és látod, hogy teljesen reménytelen az, hogy visszaaludjon. Történik ez szombaton és vasárnap, aha, ugye? Vasárnap újra megjelenik a gyermek, 7:48 tájékában, mikor egyébként hétköznap 8:30-9 is aludna simán, és kisimult, kipihent arccal közli, hogy apa, fent vagyok. Vagy anya, fent vagyok. Így van, kakaó és játék. Kakaó, játék, valamit csinálj. Majd eljön a hétfő, és a gyermek 8:30 kicsit dühösen néz rád, vagy jelen esetben állunk mondjuk a Vikire, hogy hagyjuk már őt békén. Igen, hiszen még ő alszik. Hiszen még ő aludna. Majd újra jön a szombat, és újra fönt van 7:30. Így van. Na, ti, mint rutinos szülők, ezt magyarázzátok meg nekem. Hogy ezt honnan tudja a gyerek? Szintiszta. Mert gondolom, ez egy kollektív tudat. Ez mindenhol nagyjából így ment. Miért csinálják nem, ezt? Ez szintiszta biológia. Igen? Itt arról van szó, hogy a hétköznapokban, amikor reggelenként keltegeted a gyereket, és akkor nem akar felkelni, akkor a szervezeted olyan hormonokat választ ki, amiknek az illatát a gyerek megérzi a levegőben. Ez a paraszag. És amikor vasárnap te ugye aludnál tovább, és nem idegeskedsz, és nem kell menned sehova, nincsen paraszag. Te akkor nyugis vagy. A gyerek ilyenkor ezt nem érzi. Tehát ha vasárnap beállítok egy van. Órát, fölkelek 6-kor, kicsit átmegyek cirkuszolni, majd visszafekszem aludni, akkor mindketten alszunk. Itt van a megoldás. Idegesen kell felkelni vasárnap is. Aha. Parázni kell, mérgelődni kell, ingerültnek kell lenni, akkor a gyerek visszaalszik, mert érzi, hogy egyébként hétköznap van. Tehát 6-kor keljünk föl, Vikivel is kezdjünk el csapkodni? Így van. Igen. Egy kicsikét hűtőajtó, nyikorgás a székkel, majd visszafekszetek aludni, és alszatok tovább. Egyébként meg nem tudom, fogalmam nincs. Fogok késni. Nálad is ez van? Ugyanez. De ez miért Soma van? 6-kor átjött, és mondtam, gyere kicsim, bújj, de apa meg aludj még kicsit. Aludj így van. Kicsit. Tudod, szoktunk úgy, hogy átjössz reggel, még csak egy fél órát. Kakaó, mese, játék. És vége. És tudod, van az a pont, amikor azt érzed, hogy még visszaalszik, tehát még meg lehet, még van esély, még nem kelt föl, még nem ült föl, még van egy kis remény, de van, amikor már úgy áll az ágyad mellett, hogy tudod, hogy ez a reggel elment. Uh-huh. Vége van, nem? Itt már vissza nem rakod az ágyba, levegőbe csapsz, azt mondod, újra egy csodás szobat reggel, végre. Induljon a móka, 3:45, ránézel az, és nem érted. És eszedbe jut az egy nappal előtti reggel, amikor a párod elmesélte, hogy 8:30 a gyerek még úgy aludt volna, amikor már rég az óvodába kéne ülnie lassan az első foglalkozáson, mint a húzat. Hogy ez mi jár a fejükben? Hogy ezt miért csinálják? Szerintem Anna, tudod, nálatok is ez van? Igen.
Igen, igen, volt rá példa. Most kezdünk belőle kijönni így 5,5 évesen, de volt rá példa. Tudod, miért csinálják szerintem? Nem. Mert kötelességfaktor ugye az óvoda, abból legyen rövidebb idő. Igen. Az ott tartózkodást. Induljon később a nap, minél később. De nem tudja a gyerek, hogy szombat van. De teljesen mindegy, az akkor is bennük, ez valahogy az 5 nap, az berögzül. Én már azt is próbáltam, hogy péntek este elmondtam, hogy óvoda. Holnap óvoda. Ugyanez. Menni kell aludni, tudod, korán kellünk. Ugyanez. Jaj, nem szeretek korán kelni, apa. Mindegy, óvoda van holnap. Ugyanez. Benni mindig kérdezi, holnap kell menni óviba? Mondom, nem, munkaszüneti nap van, tudod. Rájövök, hogy barom, hülye vagy, elszóltad magad. Igen, kell, igen, kell, igen, kell. Rosszul mondtam. Most egy hónapja az eljáték. Apuci, kell holnap óviba menni? Benni. Hát, apa is megy dolgozni. Hát apád miért lett ilyen okos az óvodától? Persze, hogy kell menni óviba. Hogy ne kellene, holnap lesz néptánc, meg mit tudom én. Ó, jaj, tudod, és aki láttam lehet, hogy óviba nem olyan jó, és akkor bemegy a szobájába, alszik. És megjön reggel 4:45. Itt vagyok. Hm. Ma milyen nap van? Tudod, csak akkor már nem mondom neki, hogy óvoda. Megnéztem a naptárba. Hülye vagy, fater, átvágtam. És akkor már nem mondod neki, akkor mondom, igen, Benni, munkaszüneti nap. Egyébként 4:45. és ezt eljátsz a szombat-vasárnap. Igen. És hétfőn dinamitas. Hogy mi van az agyukban? Van egy belső ritmusuk, szerintem ketyeg bennük egy kis számláló. Érzi az 5 napot? Tudják azt szerintem, hogy 168 óra. Igen, így van, és nekik abból jön a visszaszámlálás. És tudja, hogy a szombatnál szeretné, hogy hosszú legyen a nap, a jóból hosszú legyen. Igen, induljon, apa itt korán... van, anya itt van, korán induljon a játék. Igen, 18 óra legyen belőle. Én már megpróbáltam mindenhogy visszazsarolni az ágyba. Azt nem. is mondtam, Benni, amíg fél órát visszafekszel, meglepetés. Fél órát visszafekszel, brazil kakó. Meglepetés. Amikor felkezd, apa, aludni. Ez a meglepetés. Én már mindent mondom. Játszó, bármi, még egy fél órát. És tudod, megérzi, hogy te egyre ingerültebb vagy, illetve nyilván egyre jobban aludnál, ő veszi át a rezgért, és átlép egy pontot, és nem lehet. És nem tudod. Nincs annál szebb fél hétkor kinevet a végét játszani. Hát az, gyerekek. Ezek a legszebb pillanatok. Hűsz, dobsz, az M1 valami maja a méhecskét ad reggel, tudod, 4:08. Leboruló feje, bekapcsolod a maja a méhecskét, nem? Apa, te jössz, én már 4-szer dobtam. Igen, gyerek csak annyi, apa, maja a méhecske, ezt már láttam, tudod, egy kopasz a fejeden, ha reggel valami forma 1 van, akkor félszemmel azt megpróbálod megnézni, a szújó ordított az időmérőn, hát ha reggel adják, és úgy vagy, hogy 4:08-kor fölkezd, és 11 órakor azt hiszed, hogy fenn van 24 órája, nem? És ránézel az órára, és azt látod, hogy 9:30. Ó, hát ideje lenne megriadni, nem? Előttünk a nap, hát akkor most csináljunk valamit. Nekünk volt otthon egy 240 perces Teletubby best-of-unk. Az került elő mindig ilyenkor. Betoltuk, és akkor világült a tévé előtt, cumja a szájába, és nézte. 240 perces VHS volt. Szerencsés, hogy mert nekünk most az van például a szombati vasárnap reggeli kelésnél, hogy ez volt nekem is a technológiám, hogy kivonszolom magam a kanapére, a nappaliba, ott valamivel letakarozom. Valami alibizés, igen, betakarozom. Átfogom a gyereket, tévé. És most már az van, apa, nem tévé, játszunk. Bizony. És végig tudom. Ez a kemény. Igen. Van. Ott legyél szülő, nem? Hát ott azért folytsd el azt, amit van. Igen. Igen. De rájöttem egyébként arra, hogy lehet, hogy azt csinálják, hogyha te hagyod, tehát a Benni, ha tovább van fönt, előbb kell. Tehát lehet, hogy ott követjük el a hibát, hogy pénteken egy kicsit tovább rúgatjuk. Tehát a Benni korán lefekszik, sokkal tovább alszik, mintha később fekszik le, valami átfordul neki biológiailag, és korábban tud kelni. És lehet, hogy ott válik gyanúsá, hogy ránézze az óra, mondjuk arra még nem, azért 4 évesen, picit nagyképű állítást lenne, ránézze az órára, azt mondja, apa, már 4:10, nem kéne ágyban lennem, nyilván nem. Hanem, hogy lehet, hogy ott borul egy kicsit, és mivel tovább van fönt, így előbb kell, és pénteken lerakom 6-kor. Nagybestet 9-ig ott fogunk majd nem tudom mesélni. Később szóval, fekszik, korábban kell. Valamit korábban fekszik, kitalálni. Korábban kell. Mi a büdös franc van? Nem. És mindig kérdezem a Vikit, hétfő meddig aludt? 3:49-kor kellett könyörögni neki, hogy keljen ki az ágyból. Mondom, belső számláló van benne. Valami. Hát persze, egyértelmű. De hát most nézel tényleg a szép időszak elé, ahogy Feri mondja, a társasjáték, indul a társasjáték. Kemény, eddig tényleg el volt VHS-sel a Karina is, meg DVD-vel, meg mindennel, már nem lehet. Társasozni kell. Hát, én szeretek társasozni, de azért reménymentes pillanat, amikor ülsz a szőnyegem. 4:48-kor. Egy dobokockával a kezedbe. Ráborulva a medve bőre. És várjál, már korrigál, mert tudod, hogyha elkezdesz kamuból lépni, mert olyan fáradt vagy, meg álmos, akkor 6-os dobtál, 4-et léptél, csak 6-ost, lépjél még 2-t, 6-ot dobtál, úristen. Ilyenkor jön elő az, hogy na, Benni, mit hozott neked apu?
puzzle, 1000 darabos loármenti kastélyok. De jó, akkor segítesz kitenni. Ha. Jaj, ki is borult az összes, hát ezt most valakinek össze kell raknia. Igen, a Benni akkor azt sem, hogy megfogja, egy beletúr, így földobja alá, szájjal elkap kettőt, és azt mondja, hogy következő. Nem mondom, ez nem tartott sokáig. De tényleg valaki ezek a nagy mörfik, nem? Ami ilyen olyan, például ez a gyerekkelés, ezt nem tudod megmagyarázni. Ebben szerintem mindenkinek van. Bankautomat. Most elkezdtem ilyeneken gondolkozni, hogy mi olyan van, amilyen mindenkire vonatkozhat. Például, de ugyanez a szituáció. Ezek a nagy általánosságok, amik törvényszerűségek, ha te bankautomatánál állsz, és pénzt akarsz kivenni, a 10-ből 8-szor miért egy olyan ember áll előtted, aki körülbelül fél óráig áll, ezt nem vettétek észre? Névkártyával mindig újabbat tesz be, ez csak megnézi az egyenleget, olyankor kiadja a kártyát, majd visszadugja és levesz belőle egy ezres. Az szám, de ha még 4 kártya, de amikor egy kártyát rak be, oké, megnézi, kijön a kártya, kijön egy egyenleg, megnézi az egyenleget, visszadugja a kártyát és vesz fel pénzt. Azt miért csinálja? Nem, amikor van egy olyan kis képernyő, amire az van kírva, hogy kíván a másik tranzakciót elindítani? Kb. Ez a szöveg. Tehát olyankor neki nem kéne kivenni a kártyát, de ő kiveszi. Az igen, ezek a nagy mörfik. Nálunk a gyerek meg a bankkártya. Nálatok van valami, ami ilyen nagyon klasszik. Tehát amikor beállsz a sorba a tesorod, amikor bankautomatához állsz, vagy amikor a gyereked aludhat. Tehát nem is mindenkinek az, van. Nem is az, hogy rövid sor, hosszú sor, hanem hogy akkor, mindig akkor. Tehát hozzám, mögém, ha valaki megismerne, álljon be, mert amikor én állok be egy sorba, és odáig jutok a pénztárig. Rossz sorválasztó vagy? Így van, és minél kevesebb dolgot akarok vásárolni, annál nagyobb az esélye. Tehát én direkt rengeteg dolgot veszek meg, mert ha csak egy dolgot, egy fogpasztát vásárolok, vagy egy doboz gyufát, biztos, hogy akkor fognak majd tekercset, ilyen blokk tekercset, papír tekercset cserélni a gépben. Jaj, érdekes, hogy a pénztár nem. Igen, neked az benyalod igen, mindig? Hát mögém, ha kevés van előttem a szalagon, a futószalagon, illetve én állok bent egy sorba, senki mögém ne álljon. Annak vége? Achtung. Én a gyógyszertárral vagyok ugyanígy. Én a gyógyszertárban nem tudok úgy bemenni, de ezt komolyan mondom. Ha attól egy ember körülni. Áll előttem, azt én is benyalom mindig a gyógyszertárat. És örülök neki, egy ember áll előttem. Enyém a... Tehát most tényleg... elővesz egy ilyen kötegreceptet. Én azt úgy nyalom, hogy elővesz egy receptet, tudod, egy ilyen vént, és azt mondom, de jó, csak egy igen. Pillanat, benyúl a zsebébe, tudod, elkezd valamit kotorászni, és lerak egy ilyen egri csillagokat így vényformájába, tudod, és azt mondja, hogy még ez lenne aranyom, de nincs beírva a tajszámom, tudod, és így megállsz. Már nem tudsz kimenni a másik sorba, mert abban a sorban már négyen vannak. Nem hagyod veszni a pozíciódat. Ugye? Tehát azt nem engeded el. Nem engeded el a pozíciódat, és onnantól kezdve borul. Ez aki cégeset ad fel. Bizony. Jön 500 ajánlott tértivevényes, elsőségi, mit tudom, mi van most. És ott például van az ilyen soros játék, hogyha van 6 ablak, akkor próbálsz ugrálni. Ugye? Hogy melyiknél jobb hát a dolog. Hát igen, nem szabad feladni. Tehát ahol állsz, az jó, ott szerintem ki kell tartani. Tehát aki mozog, ott vége. Annak vége van. Ha én beállok egy ilyen sorba, és kívülről néz valaki, az azt gondolhatja, hogy éppen vizelnem kell, mert hogy a bal lábamról a jobbra szoktam állni, és mindig figyelem, hogy megpróbálom kiszúrni az előttem lévőknek a kezét. Tehát, hogy azt, hogy mi van a kezébe. Mert én is számtalanszor ráfutottam már erre, hogy oké, céges küldemény, tudod, azt hiszed, hogy alig van nála valami, de hogy nem van ott 30 darab, csak éppen vékonyak, nem nagy csomagok. És aztán a vége mi? Áfaszámlát kérek. Én amit rendszeresen... Hogy hívják a KFG igen, amit rendszeresen megyalok, ugyanez. Igen, benzinkút. Egy ember áll előtted, a másikba 3. Mondom, megfagytok, srácok, beállok az egy mellé, még látom, hogy nem fizetett. Áfaszámla lesz, igen. Kártyával fizet? Kártya, igen. Pontgyűjtője van? Igen. Van. Szeretném ezt a pontot, ezt a kártyát, egyébként céges száma, milyen száma? Vizonkin Vicki. Hát a Vizonvicskin Kici, a C-vel, Y-nak, CZKY-nak van bent a gépbe, de az nem azt tudod, és állsz egy kis nyomorult almás réteseddel egy jeges távol, még hogy ja, és amikor már mindennel végeztünk, igen, kifizetik, ja, egy autópályán matricát még szeretnék. 4 naposat, 10 naposat, havos, ha éveset. Adószámot nem írtam rá, baj. Újra az egészet. Oké, csak ezt előbb sztornózzuk. Én jártam, úgyhogy vannak ezek a kutak, tudod, ahol lehet kérni egy levest, meleg levest. Igen, a csávó megette a levest, mire én csekkoltam. Kikért egy levest, leült, megette, még mindig ott álltam, mert a vizom kim pinci... És már nem állsz át máshova, mert azt mondod, hogy mindjárt éljövök. De nem tudod, hogy nem jössz. Gyors étteremben ugyanez.
én vagyok az, aki beállok gyorsétteremben, mondjuk nem járok túl sűrűn, akkor tuti valaki beváltja a kupont, mert valami kedvezmény van, letépi, nem, az nem jót tép le, akkor visszaveszik, akkor adhatom nagy krumplival, nagy kólával, most van hozzá ját, és itt állok, és nem veszem, és akkor nem állsz át a másikba. Nem, akkor már nem adott föl. Nem adott föl. Egyébként postán ugyanez, hogy beállsz, látod a szatyrot, bocsánat, hogy mondjuk sok minden lehet ott benne, választasz egy lájtosabb sort, nálam így zajlott a múltkor, ha mondom, igen, odaértem, majd behúzza a függönyt. Elment a néni. Dolga volt. Én jöttem volna. Elnézést. És na, akkor ordítok. Gyors étterem. És a két forró almástáska. Egy. Kettő tetszett kéne. Nem, egyet. Lajos, van egy sztornó. És akkor menedzser jön. Igen, kis kulcssal. És akkor megjavítja. Ezek nagyon nagy klasszikusok. Szinte megmagyarázhatatlan, igen. Én még cipőben járok így. Mostán már nem szoktam. Régen, amikor cipőmániás voltam. Tehát az, amikor veszel egy szép új, teszem ez a nőknek is. Te 12 percemől taposnak meg, az nektek nincs. De igen, de tényleg. Ugye? Hogy amikor van, kinézted, akartad, megveszed, hogy 8 percen belül taposnak úgy agyon. De, ez tényleg így van. Vagy teszi rá valaki a széket a cipődre, hogy a hajad égnek el. Nekem a velúr, gyönyörű velúr cipő, ugyanaz, amit te mondasz, készültem rá, csodálatos, világos, színű, kényes, ugye, kimentem piacon, hát mi ember hordja, azért vette, hogy hordja. Néni áthúzta a húzószatyrot, és ott maradt a két keréknyom. Kavaró, kávékavaró megvan? Elakad a kávéspár aljába. Tudod, pattan egyet, és az egész ruhát. Valószínűleg, amitől szorongsz, az bevonzod. Igen. Tehát, hogyha a cipődet vitted, bevonzod, ha az inged új, akkor azt mondjátok meg nekem, ez miért, hogy mész egy kihalt országúton, aki vezet, szerintem tudni fogja. Látod, hogy előtted ott egy traktor. 10 perce nem jött senki szembe. De tényleg senki. Utoléred a traktort, és egyszerre éritek utol a szembejövővel. Igen. Úgy, hogy utána 80 kilométeren keresztül egy kósza tehén nem jelenik meg az út mentén, és megy a sakkozás, hogy ki előz, ne előzd, és akkor éred utol, nyilván nem előzött ki, elmegy, meg tud előzni, és te megint negyed óráig senki nem jön. Azt észrevettétek? Ugyanez a kanyargós út, addig hogy? Nincs senki, nem tudsz előzni, ahogy egyenes, és előzhetni, szembe jön. És utána 8 percig megint senki. És amikor megelőzted, piros lámpa szem a formán. Igen, hát igen. Jön mögötted, ő meg rád villog, milyen hülye rohantál. Szép volt, igen. Na jó, hát ilyeneket várunk, nyilván nagyon sok mindenkinek van hasonló. Egy párat már elmondtunk, de még lehet írni nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 8:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. M5-ös, 94-es kilométer Budapest felé, két autó az árokban, ezt Hacsek küldte nekünk, aztán M3-as Pest felé 130-as kilométernél kamion az árokban, mentőtűzoltó, pálya lezárva. Nem, pálya még nincs lezárva, bocsánat. Lupi Ádi küldte. M5-ös Pest felé 94-es Kavicsnál Kecskemét előtt két román autó az árokban, a mentés idején torlódás várható, ezt Gabó küldte. Valamint a Budafoki út az erőműtől befelé beállt, mint a Gerely Béla papa az Ivekós üzente. M3-as baleset Miskolc felé Gödöllőnél, igen, ezt mondtam. M1, M31-es között az M0-ás jól járható Szabcsi üzente, valamint Székesfehérváron a Szent Florián körúti Berényi úti kereszteződésben a lámpák sötétek, mindenki megy, amerre lát, tiszta indiai a közlekedési morál. Ez pedig Ati küldte nekünk. Akik pedig a 14-es villamost használják, vagy használták volna, azok örüljenek, mert hogy a 14-es megint teljes vonalon közlekedik, a BKK pedig köszöni szépen a türelmét minden kedves utasának. Na, és akkor nézzünk egy-két SMS-t, hogy kinek mi még az élete nagy Murphy, amit nem tud mindig elkerülni soha. Nem tud mindig elkerülni soha. Na, ez egy szép mondat van, Balázs. De értjük. Jó, kösz. Figyelj. Megmentettél, igen. Jó fej vagy, igen. Mindegy, jó ez. Azt mondja, hogy benzinkút egyenleg feltöltés, 60 év felett mindig benyalom, menet közben elfelejti a telefonszámát, majd kártyával fizet, írja egy hallgató. Klasszik egyébként, tényleg. Dohányzás, ezt nem is említetted, pedig nagyon sok dohányos ír, hogy nektek is van nagy mörfitek. Buszmegállóban, akarom mondani, buszmegálló mellett gyújtok rá, mert még van 5 perci a buszomig. Ha rágyújtok, jön mindig busz. Korábban jön a busz. Írja Gábor. Klasszik, nem? Ez az tényleg az. Múltkor egy pénztáros ezzel küldött el, légy szíves, álljon át egy másik sorba, mert mindjárt elhányom magam.
Nem vitatkoztam szó nélkül, átálltam. Mindig tömbbe van apróval a tárcám, de amikor bevásárlókocsit kell kihozni a hiperben, tuti nincs százasom, ír a Mikey. Na ez is egy nagy klasszik. Ugye? Tényleg, amikor kell, akkor nincs. Nincs vonalkód az árun, az egyik hiperben. Jó ide nagyon nagy klasszikus. És telefon, akkor telefonálni kell. Ez már amikor elől vagy a fizetésnél, ugye? És akkor ugye most már van, ahol nem is kell mérni se, azt csak összeszedek ki, nem ismeri, föl nem tudja. Vonalkód nincs, fölhívom. Én önkor szoktam mondani, hagyja, tegye oda félre, vagy én visszaviszem. Nem igen. Kérem. Marikám, mondom a termékkódot, 98006. Én ebből a kategóriából azt szeretem, amikor 400 fajta baget, 600 fajta zsömle, 400 fajta kifli, és elkezdi prospektusban megnézni, és így állsz ott mellette, és mond, hölgyem, ne haragudjon, 2 darab pacsni, vagy mit tudom én, pacsni, tudod, és nézi, és elkezdi a fotóval összehasonlítani, mondom, hát az a fotó nyilván az egy nagyon szép fotó, ez meg most nem a legjobban sikerült, nem találom. És ott látod, hogy ott van, hát ez nem az. Nézi a pacsit, nézi a fotót, nézi a... De higgyel, Marika, van 2 felismerhetetlen péksütemény, jöjjön át, megjön Marika, és ő is nagyon nézi. És akkor elkezdek lapozgatni egy prospektusba, tudod, amikor nem tudom, mit választasz. Szerintem ez a sajtos. És már régen a kiflit nézi, az Erzsébet kenyeret nézi, és összehasonlítja neked egy 1/2 kiló kovászolt Erzsébet kenyerrel a pacsnidat. És körbenézel, hogy szivatnak. Ez meg van prospektusból PKR-ú nézés? És azt mondod, ezt nem hiszed el. Biztos nekik se könnyű, persze. Tehát azért egy 1/2 kiló Erzsébet kenyér, meg 2 darab hosszúkás, vékony pacsit, nem lehet, hogy óráig összehasonlítani. És amikor az előtted lévő néni 5 darab különböző péksüteményt rak egy zacskóba, és elkezd, ugye egyiken sincsen semmiféle kód, és elkezdi ugyanúgy a pénztáros így keresgélni, fordítgatni, nézegetni, ez vajon mi lehet? Tudod, nem 5 egyforma, 5 különböző egy zacskóba. Igen, ezt mindig benyalja az ember. És mindenről van vajon prospektus? Tehát a retekről is? Mindenről. Tehát ha mondjuk 2 fajta retek van, akkor igen? Vagy 3 fajta kolumbiai banán, meg mit perui banán, vagy nem tudom, akkor van? Nézd már meg, ez Jonathan, vagy Idaret szerinted? Szerintem Idaret, csak éretlen. Szegény, nekik se könnyű 600 terméket fölismerni, de a péksütemény prospektust imádom, igen. Azt mondja, hogy... minden nyáron veszek szalmatalpú szandált, ragyogó napfény, no eső előrejelzés... biztos, hogy jön egy zivatar és a szandálom szétázik, írja egy hallgató. Én bárhová megyek és tűzőgépet használok, 10 alkalomból 8-szor-9-szer biztos, hogy benyalom. TJ Hooker írta nekünk. Hogy nálad fogy ki a tűzőgép, ugye? Igen. És körbe jár. Van, aki pedig annyit ír, hogy mikor online pornót nézek, akkor megy el a net, rendszeres üttől. Igen. Hagyjon. Tényleg. Az vajon a szolgáltató érzi, hogy te most nagy fájlokat töltesz le, vagy azt honnan tudják? Micsoda? Miért van az, hogyha valaki fel, tehát az, ezt nem tudom. Azért nekem meg, amikor orvosnál vagyok, az a Murphy-m, tudja, hogy előttem jött beteg 500 évre visszamenő családfájának kor történetét is felállítják, úgyhogy belépéskor bejelenti, hogy csak receptet iratok. Aha. Mire kijön, meggyógyulok. Igen. Oda be nem tűnik hosszúnak az idő, mintha nem is vizsgált volna meg rendesen. Ezt Sanyi küldte nekünk, köszönjük szépen. Legszebb, jön kifelé az előtted lévő, te már felállsz, hogy mész be, és visszafordulj. Jaj, doktor úr, még az unokám! Van most ilyen csúnya pötty rajta. Postánál? Csak kérdezni szeretnék valamit. Végállod a sort, 1/4 órát 20 percet, és oda jön egy néni, és azt mondja, hogy elnézést, csak kérdezni szeretnék valamit. Persze, tessék, csak nyugodtan. Nézze már meg, legyen szíves ezt a számlát, mert szerintem kevesebbet adott vissza, 5000. Hú, tényleg. Valikám, gyere, légy szíves, hívják a hivatvezetőt, kasszazárás. Igen, klasszik. Ezek nagyon szép történetek. Na jól van, még a játékosunk előtt felhívjuk Mihály Snorbit, aki ugye zárta a szezont, ugye? 3 mondatra csak, hogy mi történt vele, mert balesetet okozott neked, hát vége a szezonnak, csak hogy röviden értékeljen nekünk. Ronto Norbit. Igen, Ronto Norbit, szegény. Rossz csontot. Aki már itt is van velünk. Mihály Snorbi, hello Norbi, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Norbikám, mi történt legutóbb? Részese voltál, vagy csak belekeveredtél ebbe a balesetbe? Te csináltad, vagy vétlen áldozat voltál? Okozója voltam, sajnos. Okozója voltál? Uh-huh. Igen, hát ekkorát még nem estem versenyautóval. Nagyon sajnáltam, mert éreztem, hogy egy kicsit kockáztatnom kell az utolsó futam előtt. Még mindig ott szerepelt a lehetőségeink között az összetettbeli 4. vagy akár 5. hely is.
és hát azt éreztem, hogy simán célba érni annak sok értelme nincs. Nyilván azért ekkorát esni nem szerettem volna most, mint amekkorát sikerült itt ugye a legutolsó hétvégén, de szerencsére ugye nem lett semmi bajom, úgyhogy az autó nagyon csúnyán összetört, valószínűleg nem elég egy poli rétegen átmenni rajta, hogy a újból működőképes állapotban. Tehát János de... kedvenc polír pasztája nem segíteni, amit hétvégénként használ. Valószínűleg nem. És a négy gumipók sem. De szerencsére ugye ez most már az utolsó futam volt, úgyhogy igaz, hogy az anyagi kár jelentős, de hogy az autóval már nem fogunk menni idén, úgyhogy azért egy nagyon nagy tragédia nem. Zengő ledobott egy négyes gyorsan ott a balesetnél, gondolom, nem? Tehát hirtelen kopaszodik ezt, de megállíthatatlan gyorsasággal szegény. Igen, délután nem beszéltem nagyon sokat a futam után. Igen, ilyenkor mindig visszavonul a lakókocsijába, magára zárja az ajtót és eltűnik? Igen, igen, eltűnik egy néhány órára, vagy néhány napra. Na, de azért összességében nem volt egy rossz szezon, nem? Abszolút. Én azt gondolom, hogy minden célkitűzésünket teljesítettük. Tudtuk, hogy nagyon nehéz évad lesz idén a Hondával, hogy új technika, hogy számos akadályba fogunk ütközni, ami ugye a szezon elejére igaz is volt. Aztán szépen lassan úgy érzem, hogy felnőttünk a feladathoz. Összejött egy nagyon jó hétvége a Hungaroringen, ahol második lettem. Összesen 7 dobogós helyezést szereztem. Összejött a futamgyőzelem is ugye önerőből Japánban, úgyhogy összetettbeli 6. helyezés az ugyanaz a helyezés, mint amit tavaly is elértem, de úgy érzem, hogy az idei mezőny az egy kicsit erősebb és szorosabb volt, úgyhogy azzal együtt, hogy több pontot is gyűjtöttem, szerintem sikeresebb szezont itt zártunk, mint bármikor. A szponzor elégedett, vagy jövőre is van autó? Igen, mindenki nagyon elégedett. Megkérdeztem ezzel, igen, vagy jaj, én csak egy sima általános kérdést tettem föl, de úgy érzem a rövid válaszból, hogy csak akkor... Csak a szavakat kerest, hogy mennyire elégedett. Hogy most nagyon-nagyon-nagyon, vagy extra durván nagyon? Kereste a szóvirágokat. Nagyon elcsendesedtél itt. Nyilván lehetett volna mindig egy kicsit jobb is. Tehát én is érzem, hogy volt egy-két olyan hétvége, ahogy ütöttünk volna több pontot, de összességében... Hogyha a szezon előtt ezt elém tolták volna papíron, hogy 6. lesz futamgyőzelmem, akkor azt gondolom, hogy ez simán aláírtam volna én is, meg a szponzorok is. Ilyenkor újra tárgyalóasztalhoz ültök a jövő évről, vagy ez ilyenkor már eldőlt, hogy jövőre ugyanígy marad az autó, és együtt csináljátok? Nem, szerencsére az van, hogy a MOL-nal is, a legnagyobb szponzorainkkal is évközben már eljutottunk arra a szintre, hogy biztosítottak minket a jövő évről is. Tehát azt kell mondanom, hogy olyan kényelmes helyzetben vagyok, talán pályafutásom során először, hogy már októberben azt tudtam mondani, hogy Mielis Norvát is az NG Motorsport, az 2014-ben is ott lesz a rajtácson, úgyhogy az ennek nem természetesen mind nagyon örülünk. Javítható a Verda, vagy abból is újat kell jövőre? Igen, az sajnos nem. Nem javítható? Ennyire összetört? Nagyon durva, még a bukócs is meghajlott. Tehát a csoda, hogy kiszálltál belőle. Hát igen, így utólag látva a felvételeket, én is azt mondom, hogy ez egy kisebb fajta csoda volt, mert volt, igaz, hogy neki mentem a falnak, az is komoly erőhatás volt, de utána még eltálltak 2-3-an, ugye amikor ott rögtön forogtam a pályán, de szerencsére igen, az van. És ha most fölmegyek a mobil.de.pont oldalra, akkor az Engő értékesíti a roncsot? Igen, akkor kevés kilométer svájci vakfázas pár használtam. Igen, nem dohányzó, garázsban tartott, totál káros roncs. Kisebb koccanás után. Igen, hétvégi autó, egy nagyobb baleset után eladó. Figyelj, így, amikor nincs szezon, akkor mit csinál? Szimulátorozol, vagy PlayStation-özöl, vagy mivel tartod magad formában? Szimulálkozni kell, most kell egy kicsit az egyetemmel is foglalkoznom, mert vizsgai időszak. Na milyen egyetem? Mit csinálsz? Pécsen a közgázon. Oda járok most már sokadik éve. Aha. Nem mondom meg, hogy hány éve. Lehet egy figyelj, 10-12 év alatt lehet azt abszolválni. Lassú víz diplomát hoz. Persze, nem kell sietni. De miközben te futamokról utazol országról országra, én beugrasz egy ZH-ra? Igen, előfordul. De ez ilyen levelezői, vagy ilyen távoktatás? Vagy nem, nappali. Nappali. Nagyon jó fejek akkor. És van ott valaki, aki bemondja mindig, hogy milyen isz? Jönön! Igen, miközben a bakaon nyomulsz valahol. Nagyon nyitottak az oktatók, és nagy része ugye figyeli is a pályafutáson, úgyhogy nem mondom azt, hogy nem figyelnek arra, és nem veszik figyelembe azt, hogy máshol is helyt kell állnom. Előfordul olyan eset is, amikor valaki azt teszem érte, hogy pont egy kicsit utazik erre, és akkor kicsit többen két számon, mint mondjuk általános esetben kéne, de ez szerintem teljesen hozzátartozik, meg
Nyilván én is azért járok oda, hogy tanuljak, úgyhogy elfogadom azt, hogy követelni. Hát gondolom, ember annyit még nem autóztatott anyósülésen tanárt, mint amint itt elvittél a Hungaroringet. Jöjjön hozzá a családját, jöjjön szóljon az anyósának, betesszük a kettes kanyarba, majd hadd örüljön, aztán megvan a kettes. Mondjuk én ilyen körülmények között, hogyha megkapod majd a közgazdiplomádat, és aztán meglátom a nevedet Matolcsi György csapatában, nem leszek nyugodt. Aggódni fogok az országért. Na, Norbi, drukkolunk neked nagyon jövőre is, jó? Köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk neked tényleg jövőre is. Köszönjük szépen. Harccal a kaszkó felé. Norbi, köszi, köszönjük szépen. Milyen is Norbi Lácsáló, hello. Na, nem is tudtam, hogy ennyire összetört az autó. Azért nem? Érdeztem, hogy van-e jövő, de... Azt mondtam, hogy volt valami koccanás, de hogy ekkora, azt nem. Na, megyünk tovább, már is itt van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Andi, hello! Szia! Andi, honnan jössz minket? Dunajvárosból. Na, gondolom már dolgozol. Nem. Gondolom már nem dolgozol. Már nem. Na, és mit csinálsz, ha dolgozol? Darut vezetek. Darut? Darus csaj vagy? Aha. De vezetsz is, vagy csak kezel? Sose láttam még forgalomba darut. Vezetem, kezelem. Az menő, csajként. Hát ez egy hiddaru, tehát kötött pályán mozog. Ja. Tehát egy üzemen belül, ha valamit arrébb kell rakni, akkor azt te vissza. De az se rossz. Ez hogy történt, hogy egy nap kidőlt a férjed, beteget jelentett, be kellett ugrani, és aztán ott ragadtál? Mert azért ez nem egy tipikus női meló. Hát ez azért inkább pedig ahol én dolgozom, ott leginkább nők daruznak. Komolyan? Igen. Ez egy hány tonnás szerkezet, csak el tudjuk képzelni, mekkora? 75 tonnáig. Hát, az igen. Női daru. Én nem is tudtam, hogy vannak női daru vezetők. Na jó. Hát ott azért rossz helyre raksz valamit. Bocsi! Mindegy, hogy férfi rakja rossz helyre, vagy nő. Milyenek a kérdések, Jani? Hát. Szó-szó. De szerintem menni fog. Így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóját. Melyik sportágban lehet megnyerni a Davis kupát? Tenisz. Ennyi. Szereted? Azért ment ez ilyen jól? Nem. Utálod? Azért ment ez ilyen jól? Hát nem tudom, mert ez elég közismert dolog szerintem. Oké. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Melyik város világhírű hangversenyterme a Royal Albert Hall? London. Szereted esetleg az operát? A hangversenyek? Azt igen. Na. A zenét szeretem. Jól van. Kitapsoltuk magunkat, Feri? Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Melyik folyó halad át Szent Gotthárdon? Rába, így van. Hát ez... Szereted esetleg a vízi sportokat? A természetszerdrajzot? Igen, kajakodtam annó. Ügyi vagy, Andi? Hát ez végig száguldottál a kérdéseken, köszi. És meg is van mind a három ajándék, jó? Jó, köszi. Figyelj, nem tudom, a sapkát dedikáljuk, hogy ezt most picit egy dedikált ajándékcsomag, de mégsem tudom, hogy akar-e valaki egy dedikált sapkával a fejére rohangálni, hogy ezzel most mit csináljunk? Aláírjuk, hát dedikáljátok. Trófeának jó lesz. Minek? Trófeának. Akkor aláírjuk neked mindhármat, jó? Köszi szépen. Köszi, Andi, ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, kedv van, ez azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz pontosan 1 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Légy szíves, olvassátok be, pénteken a keleti környékén találtunk egy iPhone 4-et. Szívesen visszaadnánk a tulajdonosának. Azért olvasom, mert nem szoktunk ilyeneket, mert naponta több száz jön, hogy elveszett laptop, stb. De most a másik oldalról közelítjük, hogy valaki viszont talált, és ez 100-ból egy, hogy visszaadná. Hát 100-ból. 1000-ből egy. 1000-ből. A keleti környékén, igen. Pénteken egy iPhone 4. Szívesen visszaadnánk a tulajdonosának. Köszi. Valószínű lemerült? Akkor szerezni kéne egy töltőt, mert ha viszont nem kér PIN-kódot, akkor meg lehetne nézni az utolsó hívottat valakit, nem? Aha, és akkor visszahívni. Ha PIN-kódos, akkor azt nehezebben lehet kiütni. Na mindegy, ha valaki jelentkezik, akkor összekötünk benneteket, aztán ha levizsgáztattátok, hogy milyen színű, meg hol, meg pontosan, hogy milyen törés van rajta, nem tudom, akkor az jó. Jó lenne, meg lenne. Na, Lánchíd oda-vissza jól járható, írta Gábor. Az M7-esen a Pomázi lehajtó előtt Budapest felé egy kutya van az útszélén, Kepi. Üzente nekünk, valamint Marcaltőn az iskola mellett rendőrautó áll, valószínű mérnek, üzente Kempi. A sapkát belül kéne aláírni, írja nekünk egy hallgató. Hát... Már maga az aláírás ténye is nagy kérdés, hogy mivel.
Igen, mert mi a bögrét azt egy ilyen lakfilccel írtuk át eddig, de mostanak van egy olyan tulajdonság, hogy meglehetősen folyósna. Ha azzal írjuk alá a sapkát, az kívül is fog látszódni. Nem egyszerű dolog. Nem, de valamit teszünk oda. De szerintem mind a hárman meg fogunk majd tanulni, horgolni. Belehímzünk tényleg valami belehímzünk kis valamit, Balijani kis Feri. Makramét. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint TV for President. TV. Az egész rovatban ezt szeretjük a legjobban, nem? Ezt imádom, ezt szerint. Olyan ütemben, olyan tempóval, annyira egyszerre csináljuk, hogy Én meg se jöttem, és már a fájdalom, és már csak a lélekbe tipulás. Már a szúrás. Senki nem kap ekkora hype-ot. Hát egyrészt ugye a sajátod, hát ezt még kötelezően hozzá. Ha nem csináljátok, én megcsinálom magam. Ez is igaz, akkor inkább megcsináljuk. Na mi van, jól vagy? Mi van veled, semmi? Hogy vagy, sehogy? Már mész? Arról hat életben debekeztetek. Tudtam, hogy kár volt téged, megkínáljak a Red Bullomból. Jó, figyelsz, az a kérdés, hogy egy dilemmában vagyok, és egy picit ezzel most azt kérem, hogy tudom, hogy támadó hangulatban vagy, de ez nem jó kedvünk. Most jó kedvünk van ma, nem? Nagyon. Igen, semmi okod nincs erre. Ez is igaz. Tudnék mesélni. Ja, most igen. Inkább hagyjuk. Köszönöm, ha nem mondjátok. Rendesek vagytok. Mert ha esetleg őt mondjátok, akkor esetleg. Akkor utána majd téged is lesz meg. De Feri meg már ráadásul túl van rajta. Meg vagyok. Így van. Feri az már joggal jó kedvű, ő túl van rajta. Menjünk tovább. Jó. Lényeg az, hogy igen, a második gyerekről beszélt. Nem, valami egészen más. A sperma szemlálásról. Egy szörnyű dilemmát okoztatok nekem, hogy öreg koromra egy picikét kezdtem meg szeretni a fürdőzgetés élményét. Tehát, hogy én mindig zuhanyzós voltam egész életemben, és egy-két éve ezek a jó, kiadós, habos fürdők úgy kezdik úgy kitölteni az életemben azt az űrt, ami a boldogság keresésben fakad, és egy ilyen állandó, nem sok, egy 20 másodpercig tartó bűntudattal ülök be egyébként a kádvíz, mert annyit dumáltatok róla, hogy most valójában én teszem tönkre a világot, valójában nem tudom, 3-4 beluga alfajt én pusztítok ki azzal, hogy fürdőzök. Hogy most dehogy is. De, ezt volt... én nem így gondolom. Ajjan, ezt ajjan így gondoljuk. Csak azért, mert egy picit vigasztaltok meg, mert van bennem egy állandó bűntudat. Köszönöm, hogy most akkor lapot. Most akkor végül is nyugodt szívvel fürödhetek, beleülhetek, relaxálhatok egy kád forró vízben, vagy ezzel rohadjak meg, tönkreteszem a világot. Vagy mi az egyensúly most itt csapatom? Nézd, ha ki is mosol benne. Ja, igen. Ha átmosod a farmeredet, átöblíted, kicsit megtaposod a végén, és még ki is teregetsz, majd azzal a vízzel egyébként bújtöblítesz. És utána tésztát főzök benne, jó kiforraltam. Nyilván. Van egy jó hírem nektek. Aki igazán menő, az védi a környezetet. Miért mondom ezt? Azért, mert egy skandináv cég most nemrégiben felröppentette azt a hírt, hogy kifejlesztenek egy olyan zuhanyzó, fürdőző berendezést, ami gyakorlatilag újra felhasználja a már elhasznált fürdő meg mosdóvizet, úgyhogy megtisztítja, felmelegíti és visszacirkuláltatja. Tehát tudod úgy védeni a környezetet, hogy a legkorszerűbb berendezésed van, te vagy a leges legmenőbb, mert ez nagyon kevés embernek van még, és közben véded a környezetet is. Oké, kérdezek mást, ha mondjuk nekem erre nincs pénzem, de hetente háromszor beülök egy nagy kád vízbe, rossz ember vagyok én? Szennyezem én azzal a környezetet, hogy háromszor egy héten megengedem magamnak, hogy jó forró habos fürdőbe beüljek. Ha fél éve ugyanaz a víz, nem. Igen, és egy merülő forralóval. Legyünk őszintén, ezek a dolgok baromi jó, meg baromi high-tech, meg nagyon zöld, de olyan rohadt drága, hogy ezt az emberek 90%-et nem engedheti meg magának, hogy a fürdővízből aztán igyon, meg tésztát főzöm, meg utána kutyát. Tehát ez tök jó. De ez szerintem ez nem egy opció. Ha ez majd elérhető lesz, akkor igen. Na, azért azt meg lehetne csinálni egyébként, hogy veszek egy rohatmányos tartályt, és amikor leeresztem a fürdővizet, azt én WC-öblítésre még simán tudnám használni. Az simán. Hát azt miért úgy hívják, hogy vödör. Hogy átmered. Az mennyi? Mennyibe kell? 3000. Mennyi egy vödör? Olyan drága? Azt is lehetne, hogy amit a mosógép kienged,
abba fürdök. Nem, azt te egyébként visszatölti a WC tartályba, csak ez már az egész házat így kell építeni. Igen. Tehát azért ezt becsövezni, megcsinálni, tehát ez már az elejétől így kell gondolni. Tehát de... miért nekem van bűntudatom, hogy fürdök egy relaxálós, egy kádízzel, miközben ivóvízzel öblítjük le a WC. Legyünk őszinték, a te bűntudatod ebben a témában nyilvánvaló hazugság. Szóval, hogy hagyjuk már ezt, hogy ülsz a kádban és moralizálsz, hogy szegény pingvinek, szegény belugák. Én bent ülök a kádvízben, és azt mondom közben időnként magamnak, hogy úristen, de jól esik, pedig nem szabad. Bennem van az, hogy egy picikét ellene teszek a világnak, de akkor oldozzatok föl, hogy továbbra is fürödhetek. Persze, semmi gond nincsen. Hát ha nyugodtan... ide jössz, mindenféleképpen. Inkább, mint hogy büdös legyél, Tibi, tényleg. Jó, nyugodtan kiabálhatsz ki a konyhába továbbra is. Manucska! Nem mosogasz bácsi az összes rohadt meleg vizet, fürdök! Nyugi, amíg én a zuhanykabinomban versenyt köpök magammal a pókkal a sarokba, addig... Micsoda? Mit csinálsz? Azt szoktam játszani, hogyha látok egy pókot a sarokba, el tudom-e találni 5 köpésből. És akkor belövöm a köpések magasságát, és az 5. ha leverem, utána egyébként megmentem, mert nem szeretek ilyen formában állatot ölni, de akkor király vagyok. 5 köpésből kereltem. Van egy állandó pókom, ami az olyanak a jobb oldalán tanyázik. Nem pókháló, de szeret bemenni párás, meleg, nem tudom. Azt mindig kiköpöm a sarokba. Nem lehet, hogy az, ami ipari kém, aki onnan beszél. egy ilyen GoPro kamera, tudod, amit valaki berakta oda. Vagy egy mini dróm. Egy GoPók. Egy GoPók, igen. Egy GoPók kamera. Jó, mindegy. Akkor lennék, hogy továbbra is fürödhetek kis lelkiismeret furralással, mert ti megengedtétek. Akkor ezt én, ha bárki megkérdezi, mondhatom, hogy morning show is ez. Ugyanígy csinálom. Ne fogod, hogy tiszta. Hidd el, elviselhető az illaton. Ha mi hárman a Ferivel, te jöjjünk, Feri, mind a hárman beleülünk egyébként minden nap egy kádvízbe, akkor is nullára hozzuk, mert ott van a Jani, aki egy hét alatt fürdik el egy kádvizet, és abban az egész család még ruhát is most. Tehát négyen olyan nektek. Szinten átlagra hozzuk a dolgot, hogy nincs baj. Hozom a kvótát. Csak hallottam itt legendő, én adásban ezt nem hallottam, de az igaz, hogy a Jani miközben zuhanyzik, közben magán kimossa az oknit, ez frankó, vagy ez most nem magán. Nem magán, hanem de úgy a leveszem és bedobom. Ja, leveszed. Micsoda, nem. Jani. Én azt hiszem, hogy magán hagyja és taponozgatja az oknit. Te berakod a koszos ruhát a kádba, és igen, de nem hagyom magamon. Tehát, hogy ezt leveszem, de azt miért nem lehet az oknit, miért nem magadon most? Ez tök vicces, tehát hogy fogod, és akkor magadon a dörzsölgeted. Ja, és a testhőmmel szárítom meg. Figyelj, és ilyenkor van ment a Móninak a bugyja, meg egy farmer, meg egy kabát, mit tudom, ezek bent vannak, ott csak te azon taposol. A kabát nem, de egyébként de szétválogatod? Ezt imádom. De a színesek, tehát ugyanúgy színek szerint. Nyilván. Hogy Jani most miért tusolsz? Most egy színeset. A színeset nem fogom össze taposni a fehér. És akkor mondja Móni, hogy apácsak a szájmák ki a kádba, mert jönnünk zónyhoz, és mondod, hogy jó, jövök, csak még nem végeztem. Igen. A taposással. Ah, mindjárt. Még jön a centrifuga, és akkor rázod a kádat, hogy ez hogy van? Simán. Előáztatásuk egyébként tökéletes. És akkor rövide programot kell csak berakni a mosógépbe. És akkor mi történik? Kiszállsz mesztelenül, fölkapod a kádból a vízes ruhát, elskerázol a mosógépig és gyorsan bedobod? Nem, mert nyújtásnyi távolságban van. A kádból átdobálod a mosógépbe? Simán. Szenzációs vagy. Kicsit mesztelenül, kicsit ott habos füllel dobálod be. És a centrifugának a vizével még nem lehet egyébként valamit csinálni, tehát azzal még nem tudsz mondjuk magadon egyet. Nagyon jó volt egyébként a gondolat, amit mondtál, mert alapvetően egyébként a mosógépnek ugye van egy szivattyúja, ami ki is tolja a vizet, miután ugye kimostál. Ezt át lehetne egyetlen gégecsővel vezetni a vécének a tartályába. Tehát, hogy ezt meg lehet oldani. Igen, de hát azért ez úgy szép, ha ez úgy van kialakítva. Tehát egy mosógéből kijövő gégecső, hogy belelóg a tartályba, hát kicsit, nem túlmutató. Nem az, azt gondolom, hogy azért, tehát igen. Szóval, hogy... Az abban a korosztályban, ahol én csajozok, nehéz eladni, hogy ez még mindig laza dolog. Igen, édesem, kilóg egy cső a mosógéből. Nem takarékoskodunk. Szóval, hogy értem, meg hasznos, de hát azért, ha azt eleve így építed, az igen, utólag ott egy csövet, egy bevezetsz. Hát jártam én már olyan albérletben, ahol lámpa nem volt a fürdőszobában, csak egy elemlámpa volt fölrakva. Bementek fogadni, és mindig felótották. Hát az praktikus. Az egyébként praktikus. Na jó, de nem ez az a korszerű gondolkodás, az, nem. Ami ma böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beledelni. A csúf. Na. Egyébként ezt szépen bevezettük most már. Rengeteg ember nem ismert ezt, teszteltem ez a beleverni a csúfot, és most már azt gondolom, hogy a teljes kollektív tudat részévé vált. Igen? Abszolút. Na.
Na, van egy tárgy. Köszönjük a Kazinci Társaság nevében. Igen. Van egy tárgy, ami teljesen értetlen módon legálisan használható még a mai napig is, miközben abszolút undorító, értelmeztetlen és gyakorlatilag lehetetlen engem meggyőzni arról, hogy van létjogosultsága. Csapjunk össze rajta. Kíváncsi vagyok, hogy van-e, aki mellette áll, ki az, aki ellene van. Már is mondom neked. A textil zsebkendőről beszél. Aha. Amit én minden egyes alkalommal, tehát valamilyen fajta legalizált ilyen utcán használható, gyomorforgató horror eszközként élek meg. Tehát egy felvilágosult civilizációban ennek mi az értelme? A textil zsebkendőnek. Szerintem ez ugyanúgy kihal, mint a dédszülők. De rohadtul nem. Hát gyerekek, picit menjünk. Jó, mi van? A dédszülők. Igen, a dédszülők is kihalnak. A jelenlegi generáció már olyan későn szül, hogy már effektíve nem lehetsz dédszülő. Tehát az a maga a dédszülői hagyomány, az szépen lassan egyébként kiveszőben van. Mert hogy később szülnek, és eltűnnek a dédszülők. De mondhatod volna a szalagos magnót is, csak éppen ezt, hogy a dédszülők után teszed. Jó, hát most annyira barázdált vagyok, hogy erre asszociálok, nem tudok mit csinálni, ne haragudjatok. Abba kell itt együtt fog kihalni, akkor a textil zsebkendő. Jó, de mi szól mellette, mi szól ellene? Tehát, hogy azért én a mai napig látom, baromi sokat látok belőle textil zsebkendővel, bóklászik valaki szépen, belerak még egy kis adagot, visszacsomagolgatja, és viszi tovább magával. Nagy őszinte, hol látsz még ilyet? Mert nagypapám régen elővette, megtörölte, elrakta, de hogy gyerekek, rohadt sok van még belőle. Textil zsebkendő. Hogyne. Abszolút. Hát én nap mint nap látom, hogy mindig azért kap el a gyomorforgás, hogy így próbálod lekövetni annak a csomagnak az útját, az honnan indul. Azért dolog, hogy 10 éve nem láttam olyan embert, aki elővet volna egy textil. Komolyan zsebt, mondod? Nem láttam. 2 nappal ezelőtt láttam, onnan jutott eszembe. Tényleg? Rohadt undorító. A kedvesed vette elő a soránál. Igen, és kiszedte, és megtörölte a fülét, tudod. Egyébként, ha előny kell, azért nem... párom így fújra az orrát. Ezért szerettem bele. Annyira is. Ha előny kell, nem szakad be, mint a papír zsebkendő. Nem szakad be. Nem szakad át. Lehet beleimmeztetni monogramot. Az a durva, nem akarok nagyon mélyre süllyedni, és amit mondok, ott álljunk is meg, nem labdaként dobom, hogy menjünk még lejjebb. De hogy magának, a cuccnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az textilbe folyad, az valahogy eltűnik. Aha. Tehát a zsebkendő összeáll, a textil az valahogy hülyén szólva, de felszívja. Igen. Tehát azért tudod többször használni. Nem lehet, hogy ez megnyit egy féreglyukat, és egy párhuzamos dimenzióba átmegy a fikusz. Tudom. Szerintem ez egy ilyen idős embereknél egy hagyomány, de szerintem a fiatalok már nem nagy, mondom tényleg nem. Hát állítólag én megkérdeztem most a Lacit, lapít mögöttem, mintha ő nem használt. A Laci, te használtad a textil zsebkendőt, nem? Mikor gyerek volt? Na hát igen, ezt mondom, hogy 30 éve, de most azért 10-ből 8 ember emelje már föl a kezét, aki még mindig textil zsebkendőt használ. Szerintes kegyetek, már mondom, tegnap is láttam. Tehát, hogy, és állítólag annak van egy külön mosási technikája, tehát az egy kérdés, hogy elengednek vele, és utána azt mi közé rakja? Itt a Jani például. Jani kitapos, azt a Jani kitapos, kitapos abból is. Minden kitaposnám belül az utolsó. Te se használtál textil zsebkendőt? Az a fura egyébként, hogy nem, soha. Soha. Az édesapám az nagyon nagy textil zsebkendő fan volt, de én megmondom nektek őszintén, soha nem használtam. Soha. Nem éreztem rá ingerenciát. Talán azért, mert láttam. Többször használtam. Az mi? És állítólag azt mondta a Laci, ugye a ti szerkesztőtök, hogy állítólag ezt körömkefével kell a nap végén, tehát hogy van ennek körömkefé. Nyilván, nem gőzborotvával, nem Laci, persze. Meg faknival kapargálom. Azt mondja. Nem, egyébként tényleg az volt. Körömkefe. Nekem is a nagypapám előtte van a mozdulat, hogy fogja, áztat, körömkefe, kitereget, kirázs, kátszélére földob, tereget használ. Ez klasszik mozdulat. Rohadt undorító. Nem csak, hogy akkor mondjuk már egy ítéletet rá, hogy ma az utolsó maradványét ezeknek a textil zsebkendőknek, most aki ahol van. Az a durva, hogy közben meg látok benne valami szépet. Mit? Azt magát a hagyományt, hogy ragackodsz egy zsebkendősz, hogy ez a tiéd, hogy az neked a párod, vagy a feleséged, vagy a te nagymamád. Hát ez egy ilyen sálat. A te nagymamád megcsinálta kézzel a nagypapádnak, ugye, nem? Vagy levarta, beszegte a szélét, és akkor az egy olyan kapocs két idős ember között, hogy azt mondjuk, hogy valakitől kapta. Tehát amellett ugyanakkor van, vagy volt ennek szerintem egyfajta szépsége. Most nem csak teljesen naturális oldalról közelítjük, hogy te ragaszkodtál egy ruhadarabhoz, amit valószínű te mondjuk a párodtól, vagy a kedvesedtől, vagy te nem a nagypapád a nagymamájától kapod. Nem egészségtelen, és egyébként ott benne, ott kóricálnak, ott az izék, azt mondjuk, ott visszattunk ezt nem tudom. Basszus, most jutott eszem, hogy mégiscsak fújtam egyszer. 2 héttel ezelőtt mindannyian olyan zakokat kaptunk, ugye a forgatáshoz, amiben volt díszsebkendő, és Balázsé ki is jött. És belefújtad az orrod? Belefújtad az orrod, igen. De nem,
Na erre például még jó, de azok is már inkább ilyen bevartak. Tehát, hogy már nem csúsztatnak be klasszik módon. Hát meg a díszsebkendőben nem törlöd az olyat. Az nem ugyanaz azért. Már, Raki. Nyugtass meg, hogy csak vicceltél azért. Most álljuk meg egy pillanatra, remélem humorizáltál. Nem is neked az volt a műsorban. Nem igazi zsebkendőt jelent. Balázs, készen állsz a fordításra? Csak kérdezd meg Ádámot, a stylistunkat, hogy visszavették-e tőle a zakót. Jani, hol van a díszsebkendő? Nem tudom, most fújtam bele az orrába. Úristen. Jó, akkor lehet azt kimondhatjuk, hogy 2013. november 19-én a textil zsebkendőnek leáldozott. Aki ahol most van, ott dobja ki, nem akarom látni. Máshogy közelítem meg a dolgot. Inkább legyen textil zsebkendő, mint az a típusú ember, aki azt mondja, hogy minek zsebkendő, nem folyik. Megvan, megvan. Az enyém nem fújd már ki, hát nem érted, hogy nyakig. Nem folyik. Nem kérsz egy zsebkendő. Nem folyik. És ülsz, mert ember. Honnan jöttél, nem? Törölgeti. Törölgeti, szívja, orra, manzsettával törli, de nem hajlandó kifújni. Megvan ez a típus. És a focista. De az egy focipálya mellett azért nem ritkán látsz olyan érzékeny orrkifújásokat, mint egy futballmeccs közben. De jó, de mondjuk az érthető. Nem lenne annyira életszerű, hogy egy ilyen. Vigyenek magukkal textil zsebkendőt. Edzőbá! Cserét kérek, mi a baj? Dől a orromból a tag, hogy dobjon már be egy zsebkendőt. Ez nem így megy. Érted? Jó, csak mondom az ízlésességre. Főleg, hogyha magyar labdarúgásról beszélünk. Ott van iram, érted? Ott nincs idő erre. Megadjuk. Ma beszüntetjük? Tehát aki ahol van, dobja ki, nem akarunk vele többet találkozni. Kicsit sajnálom, mert egy szép hagyomány ugyanakkor. Nekem van benne valami romantikus. Igen, még mindig. Kettesre meg tudom adni. Ezt is csak kettesre? Tök undorító. Jó, na jó. Egyesztintő, abszolút indokolatlan csörgökés. Az egyes, az abszolút indokolatlan. Hármas szintű, abszolút indokolt csörgökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jó, megadtuk. Én csináltam ezt a szignált, de olyan jó hallani. Esküszöm, hogy időnként játszogatom magamnak sima délutánokon is. Nagyon jó. Fura, hogy jó lett. Nem is az, hogy jó, hanem maga. Nem, az üzenete. Azt szeretem ezeket, annyira életszerű az üzenete. Jó hallani. Tényleg. Na. Figyú, egy olyan témát hoztam most nektek, amivel egy kicsikét. Hát fél tíz múlt kettő perce. Azt hiszem, már nem is fér bele a téma, vagy nincs is nálam. Nem azt hiszi, tudja. Azt hittem, hogy ma már nincs témád. De van! Szagyás! Rengeteg ilyen brit kutatást használtok a témák felvezetésében. Most kicsit őszinteséget várok tőletek. Ezek mennyire frankok, mennyire ellenőrzitek le ezeknek a kutatásoknak a hátterét, vagy csak megkapjátok, ti nem firtatjátok ennek a hátterét, és mentek. Nehogy nem, mert ez a brit kutatás arra, hogy mindig egy jó témát csinálunk belőle, aztán leképezzük a saját életünkre, és megnézzük, hogy valójában igaz, vagy nem. Ma például ugye egy brit nő, aki féltékeny, baromi jó SMS-ek voltak, és kiderült, hogy vannak ennyire beteg emberek, akik ennyire féltékenyek. De az igazság tartalmát tényleg próbáltok lekutatni, vagy azzal ti nem foglalkoztok? Persze, oda csörgünk, küldünk, kapszott, e-mailezünk. A Juli 10-től 12-ig csak brit kutatóintézetekkel beszélget, a cikk alapján utána megy. Elmondom, miért kérdezem, mert azt gondolom, hogy egy picit igazságtalannak érzem, hogy míg mi agyonra töltjük a rádióműsort, vagy ti agyonra töltek a rádióműsort brit kutatásokkal, addig szerintem a brit rádióműsorok nem töltik magukat agyonra magyar kutatásokkal. Érted? De szép. Nagyon bánt nekem a dolog. Szép. És ezen az egyensúlyon próbálnék egy picit változtatni, tudod, ez a Hungarian Research Center, és hogy legyen most egy olyan kutatáscsomag, én elvégeztem egy kutatáscsomagot, amit most majd miután fölteszünk a netre, hogyha most igazoltuk, átmegyünk rajtuk, hogy mi mennyire igaz, nem igaz, és utána földobjuk a netre, és várni fogjuk azt, ahogy mondjuk egy angol rádióadó ezzel példálozva szépen ezeket elő fogja szedni, és ebből csinál témát, jó? Jó. Aha. Gyertek akkor. Mi a kutatásod? Igazából egy nagyon szűk mintát vettem alapul, minket négyünket. Ez elég szűk egyébként. Ez alapján próbáltam meg teljesen egyetemes állításokat megfogalmazni. Jó, jönnek a kutatások. Egy párat egyébként megcsináltunk itt élesben is. Mondom neked, az alkoholt rendszeresen, lelkesen fogyasztó férfiak 100%-kal termékenyebbek józan társaiknál. Feri? Aha, 2-1. Számolod? 2-1, nagyon jó van. Adjuk, ugye? Hát itt már 1-2, működik. Igen. Ugye? A rendszeres alkoholfogyaszt az ő, aki minden este iszik most a már. A Balázs, gyerekek, borozgatom. Átfogalmazom. Az alkoholt rendszeresen fogyasztó férfiak 100%-kal termékenyebbek pókköpő társaik. Az abszolút. Meg beleírom, hogy pókköpő józan társaik, jó? De akkor ez igaz, ugye? Ezt akkor adjuk. Adjuk. Hát most, ha jelen esetben, ha hosszú távon nézzük, Feri, igen, egyelőre vezet. Igen. Hát ez teljesen reprezentatív. Megyünk tovább, jó? A fotós hírességek
300%-kal kapósabbak a 16 éves lányok körében, mint nem fotós kollégáik. Adjuk. Adjuk, ez te lehetsz a fotós, bár a fotós ugye? Híresség így. A fotós, na, adj egy szemétláda. Tehát a fotós hírességek 300. Ezt csak te tudod, nem fotózom. Hát azért mondom, tehát én ezt az én oldalomról tudom, és igaz? Mivel ti hárman nem, ezért ez 300%-kal adható. Ugye? Legyen. Reprezentatív, na. Jó. A terepjáróval közlekedő műsorvezetők... Ne fél, most én kapok. Igen, jöhet, ide tartom az arcom, oké. Okay. A terepjáróval közlekedő műsorvezetők 30%-kal több ételt lopnak kollégáitól, mint utcai autós társaik. Hogy én beleszem más kajájába? Nem kell a terepjáró, tudod? De valahogy muszáj voltam odaadni. Ez arra vonatkozik, hogy én belezabálok mást a kajátokba állandóan, és ez benneteket zavar? Borzaszt! Tehát ez egy felmérés, egy kutatás. A terepjárósok belezabálnak. De te nem az, ez egy objektív. Nem zavar, csak megeszed. Hát te vagy, aki benéz a hűtőbe reggel, hogy van-e valami kis... Az, hogy sose tesztek oda semmit, de unalmasak vagytok. Igen. A mai a Ferinek a reggelije kiváló, de ugye reggel a hűtőben nem tudtok valami megehető túró rudit betenni. Értelmetlené tettük a hűtőt. Még teljesen értelmetlen. Jó, megadjuk ezt. Jó. A rendszeresen falatmászó, próbálok tudod azért, aha, hogy legyenek benne konkrét állítások. A rendszeresen falatmászó 40-es férfiak körében gyakori az úgynevezett mániás anyósülés szindróma. Jogos. 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 Ezt is adhatjuk. Jogos, abszolút. Ez egy akut zavar nálam. A Jani az anyósülések Mátyás király. Jó. Ott él, ott onnan igazgat, fogja a kis GPS-t és vezényli kicsin családját. Merre kell menni, nem? Az az én helyem. Az a te kis helyed. Ott valaki az belőle az anyósülésünkben, ez már kényelmetlen érezni magát, annyira kiültem. De a Jani az, az már az én szólna az ülés, szabba. Hogy Jani, ez nem a te feneked, igen. De gondolj be, hogy a Jani az mennyit tudhat egyébként a forgalomról, szerintem rohadt sokat. Gondolj be, hogy ott ül és csak folyamatos megfigyel. Hát ez én azt, amikor vezetett, ez nem látszott. Azt mondtam, hogy a vezetésről, hanem magán a forgalomról. Tehát, hogy neki szerintem ilyen őrült véleménye van mindenről, ami... De nálam tök csöndben vagy. Azért nézzük a, igen, megnézzük azért a jó oldalát, hogyha én kimennék a forgalomba egy autóval, abban a pillanatban kitisztítanám az utat. Érted? Lehet, hogy mindenki más, aki mögöttem jön, az már jól érezné magát, mert ott nem lenne senki. De bármikor megyünk át az RTL-ben állam, nem nagyon, semmi. Maximum, hogy... Nem, mert tudod, annál a sebességnél nem mert nem, szólni. Telefonál el van, nem, átengeded az irányítást. Annyi az egész, csak mindig átállítom az ülést. Tehát az az első. Beülök, és akkor... Egy 10 perc, mire oda egy... Szórakoztat, hát most mit csinálok? Na, megyünk tovább, szintén egy verhetetlen állítás. Azok a férfiak, akik sok időt töltenek a konyhában, rendszerint betegesen vonzódnak a silány minőségű olasz autókhoz. Abszolút meg tudom érteni. De ez, mi lehet a hátterében? A konyhai minőség ellentétes arányos az autók minősége, az autók szeretetével. Ugye, a konyhában csak fölfele, csak a legdrágább gombák, a legjobb alapanyagok, míg az autóban csak a kompromisszum. Csak a szervizigény, csak a tréler. De kiért kellett hívni kétszer az elmúlt évben trélert? De én legalább bevallom. Te lapítasz? Kétszer kellett ilyeket hívni trélert? Hát mesélnék. Támadnak az alkások. Dehogy is. Támadnak a digók. Támadnak a digók. Vertesz a fele is, de... Időnként trélerrel viteti, hogy kímélje. Mert mi német autósok megtehetjük, hogy a tréler hátán utazunk. Nem tűnt jónak az út, és nem akarta igazából oda tenni az autót. Jó, ez meg el, meg ez megint egy tény, nem? Olaszok. Olasz autót használnak, igen. Nem tudtok más csak zabálni, meg hogy akkor betegesen vonzódnak, ez a miénk. Betegesen vonzódnak a digós irányhoz. Igen. Abszolút. Jó, ez is adható. Jó. Akkor mondom nektek, a hajukkal többet, vagy hát rengeteget foglalkozó férfiak sikeresebbek a karrierjükben, míg kopasztársaik verhetetlenek az ágyban. Jó, ide. Szépen jöttél ki abból a mondatból, amit elkezdtél. A másik oldalt még sose hallottuk. Tehát, hogy szerintem a Jani az oda pörköl, szerintem az nem. Tehát én adom azt, én így láthatom nem, azt. Ez sajnos nem. Ide verhető vagyok. Komolyan? Még ezt szereti is. Én a Janiról azt tudom elképzelni. Szerintem oda pörköl. Szerintem Jani nem pörköl, de ilyen csendes kisiparosként teszi a dolgát, szerintem. Precíz, pontos. Nem. Így van, megbízható. Megbízható, csendes kisiparosként dolgozik. Én van eleje, van vége. Igen, Tibi, hidd el, én kihozom a bimbóból, amit lehet. A bimbó. Neked a bimbó, csak a bimbó 10 perc, mi? Jó, legyen akkor egy három kutatás, amit lekutatunk itt élesben, hogy láthassák azt a hallgatók, hogy egyébként ezek itt élesben megvalósítható kutatások. Legyen most az első, mondjuk a Ferinek megy, egy intuíciós dolog, egy intuíciós kérdés, most itt eltakarom magamat, és mutatok egy számot. Aha.
Nem, azt sem mutatom, hogy egy kézzel mutatom-e. Hogyha most rá tudsz érezni, akkor megnyered a kutatást. 4. Ah, te vesztes. Tehát ne, az 4 volt, behajtott. A dohányos szemüveges férfiak intuíciós készsége 0. 300%-kal gyengébb, mint nem dohányos, nem szemüveges társaik. De azt nem tudjuk a többi intuíciós készséget, csak az enyémet. Bármire is fut ki ez a téma, adom. Igen. Jó, legyen most egy kérdés lenne, és most őszintén válaszoljál. Szoktál-e sírni filmen, Balázs? Volt már olyan, igen. De volt már olyan, vagy nem volt, vagy nem sírok minden filmen, meg nem sírok gyakran, de volt konkrét olyan. Jelenet, mikor az Armageddonba a tévét fogja a lány, és búcsúzik fatertől, akkor besírtál, bezokottál? Annyira rossz film, rohadtul nem. Az semmit nem váltott. Sírtál, különöm. Vagy nem? Azon nem. Na, a népszerű műsorvezetők rendszerint érzéketlen. Igen. Rohadt kiégett érzéketlen állatok, igen. Jó, igen. Jön a Jani, akkor egy tesztem. A kopasz műsorvezetők süketek. A kopasz műsorvezetőknél rendszerű 40 fölött a nagyot hallás. Igen, rohant az idő. Akkor lehet, hogy már 3-4-10 egy elindulós kávé, Tibi. Jaj, most ne jázd már meg magad, hogy nem örültél, hogy jöttem. Hogy ne? Jöhet a taps? Hát az a kérdés, hogy abszolút jogos-e a taps és a sikulj. Jaj, te. Egyensúlyban raktam a brit kutatásokat a magyar kutatásokkal, érted? Ez csak valami. Ez a téma. Kiváló volt. Újra nem dolgozhatod fel. Igen. Timinek köszönjük szépen, mi pedig jövünk már is a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 5 percen pontosan 10 óra jönnek még a féltékenységhez SMS-ek. Már sokat nem tudok beolvasni, de ez még jó, az én volt csajom minden női kontaktot kitörölt a telefonomból. Kornél. Tehát, hogy mindegy, hogy a könyvelőd, a munkatársad, a nézd, ebből nincs baj. Érted, nő, kész, vége. Azt se lehetett hosszú távú kapcsolat. Csabi, hello. Jó reggelt, szevasztok. Mi van a hármas metróval? Metróval jöttél, nem tudod? Képzeld el, hogy nem metróval jöttem, úgyhogy nem tudom, mi van, én is csak olvasom, hogy lassan közlekedik, lassan megy. 50 perc egy Árpád híd lehel, vagy nem tudom, tehát, hogy valamilyen. Rengetegen írnak, hogy segítsünk. Falevél van a sineken. Látsz valamit jönni a BKK-n? Falevél, igen. Kifolyt. Lefújta az a lagudva. Figyelj, 50 perces menetidő, 4 megállóra 50 perc. Azért az, értem fő az utasok biztonsága, de azért ennyire lassan, nem? Szóval, engedjék be őket az alagútba, lekocogják. Gyalog hamarabb ott vagy. Keres utas, hogy áramtajtottuk a sineket, kocogás indul. Hát nem előbb ott vagy? Hát mondják meg, hogy nem leszel ott. Hát alternatív futás, az simán lehet, nem? Na mindegy, ha tudunk valamit, akkor mondjuk lépésben megy Újpest felé, ha valaki tudja még, akkor kerülj el. Köki Nagyvárat ér 15 perc. Az hosszú. Az sok. Mondom, mi van a Mávstart ZRT honlapján. Gyönyörű mozdonyképe. Hát így pont ennyi. De nem a metró, a hármas metró. Ott nincsen, ők semmit. A BKK részéről semmi nincsen fönn. Jó, na hívjuk a naphallgatóját már is. Nem feltétlen azért, mert vicces, hanem mert helyes volt a sztoria. De most... Nem, ez nem már. Nem, igaz. Most? Hát nézd, ha azt mondom. De hogy ez után? Aha. Hát én nem vagyok túl bizakodott, de szerintem most volt egy, és az után esetleg felveheti. De nem ez, ami most van. Tehát nem, ez, hanem gondoltam, most nem rohantam ennyire elő. Oké. Pedig nagyon klassz kis ajándékot kapott volna ő is. Akkor holnap duplát adunk? Nem, holnap mi megyünk a Jani fa. Holnap mi leszünk az amerikai étteremben azt a brutál jó kis 10.000 forintos utalványt? Mi legyen? Tényleg, akkor mi lesz? Mi lesz azzal a kis cuccal? Adjuk hát, oda holnap. Adjuk oda holnap, legyen hosszas holnap. El Johnny Vadonburger ezzel. Holnap, ha valaki naphallgatója lesz, már most mondjuk, hogy Amerika legjobb amerikai éttermébe megy. És séket, hamburgert, és nem tudom, tetszik. Sőt, ráadásul péntek este rendezvényük van, oda küldjük el őket. És akkor elmennek 4-20 000-ért. Jó? De nem az van, hogy a naphallgatója megnyeri csak a Morning Show ajándékcsomagot, nem nyeri meg abban az esetben, ha nem mondja el, hogy Morning Show?
Még kell neked bejönni a megszólalásba. Igen, de nem a Csabinak van igaza. De ne legyen már. De ki van választva. Jó, kitaláltuk holnap egy 20-as. Nem baj. Beszélünk az étteremmel, mert ők egyébként is jó fejek. Ma ezt odaadjuk annak, aki nem vette föl, és megtartjuk az ígéretünket, holnap duplát adunk. Aha. Na. Aha, na ennek foglak. Há, úgy de boldogok lesztem, úgy de szeretek most ott. Jó, legyen az, hogy ráteszel egy lapáttal. Ma ő elmegy, vagy ma megkapja, elmennek esznek ebben az amerikai étteremben, de a holnapi naphallgatója egy négyfős péntegesti rendezvényre mehet el. Vagy hát elmehetnek ketten is, csak 20 000 forintot nem tudnak leadni, mert ott 1500 egy burger és leszakad a fejed. Ráérek péntek este. Elviszik a Csabit. Mikor van a céges buling? Csütörtök. Igen? Igen. Jó. Csabikám, remek zenéid lesznek? A kompakt diszkó, képzeljétek el, most már nem tudom mióta, annyi, olyan zenéket hoz, hogy meghallod, és legalábbis én így vagyok vele, hogy onnantól kezdve, amikor meghallom, aznap már nem tudok más dúdolni, és azt ügyülni, megy a fejemben folyamatosan. De ezek saját zenéik, vagy hoznak neked? Hogy nagyon jó dallamokat legyen találnak. Legyen vállatásod a világ. Ugyanazt a kompakt Ez az a kompakt diszkó, akinek van az új dala, a Storm, és az is egy olyan dallam, hogy majd meg fogjátok hallani a következő órában ezt az újdonságot, és onnantól kezdve csak azt fogjátok dudolni egész nap. Ezt garantálom. Hát, a japán mondaná, ide a rozsdás bökőt. Ha nem így lesz, halljak meg. Na csak majd csörög rám így napközben. Jó? És kérdezd meg, hogy mit dudolzál, Jani. Na, Storm. Hát ennyi. Még valami? Nincs más. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám. Az. Így van. Ezen lehet dalt kérni tőlem. Jön, egy kicsit leesem a szekérről, ha van ez így. Csak leestem. Még szeretnél mondani, csak nem tudod esem, hogy mit. Nem, ezt nem akarom elmondani. 10 óra van, pontosan Csabi jön a kívánság műsorral, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.